Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perc. Hello mindenkinek. Jó reggel! Hello Feri, hello Jani. Jó reggel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Gyorsan elment a hétvége, és csípős a reggel. Gyerekek, olyan hideg van, látszik a leállatom. Hát a 6 fokba szálltam be a kocsiba, azért az combos. Kiléptem, mert nem álltam be éjszaka a garázsba, kiléptem a kertajtón. Mondod, már úgyis jó idő lesz nekkel. Így, kabát a kézben. Hát mondom, ezt, ennek kell felesem tejfa. Papucs nélkül odafogyott a lábod, a fiakolóra. Lefagyva a szélvédő, tehát ilyen párával, nem kellett kaparni azért, mert lejött, de hogy így nem, ez nem játék. Hát ez nem vicces. Megláttam a leheletemet a levegőben, pánikszerűen megnéztem a telefonon, hogy hány fok van, nem hittem el. Mondtam, mi van? Azt hittem, keresd egy ilyen tűzoltókészüléket. Úristen, kiulladtam. Valahol füst van. Ha már füst, mi ez a rengeteg mentő, tűzoltó, mindenki írja, látom a tévébe, más rádiók is erről beszélnek, hogy valami kigyullad, lakóház, de valami nagyon-nagyon ég. Igen, egy emeletes társasház lakása. Robert Károly körút környékén. Igen, 30-as szám alatt. Rengeteg mentő, rengeteg tűzoltó. Laci is látta, amikor jött. Tudjuk, hogy mi történt? Vagy én 17:45-kor jöttem, arra jelentem, akkor még semmi nem volt. Akkor még nem? Ez azóta. Akkor ez azóta. Mm-hmm. Aha. Valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ég ott. Igazából. Na mi újság? Láttam a futóverseny tegnap. Ja, voltunk. Felicsita, mi? Felicsita az. Aha. Bent voltam a városban, a Vörösmarty téren a gyerekkel, kicsit sétáltunk, ettünk egy fagyit, jöttünk, mentünk, ott futottatok. Már nem ti, de hogy ott a alsó rakpart le volt zárva, szerettelek is benneteket egy pillanatra, mikor eltereltek. Jó, de mondjuk éven te egyszer. Is, tehát hogy ekkor jössz be a városba. Persze, de tehát hogy útközben esett le. Valaki te tudhattad, hogy mi lesz a hétvégén, hiszen hetek óta beszélünk már róla. Oda szóltam a Viki, ugye nem ma van, de nem. És már tereltek el. Komplett pesti alsó rakpart lezárva. Ült a család az autóban, nagyot kellett kerülni, de nem láttalak téged, hát nyilván kicsi volt az esély. Igen, hát minden idők második legnagyobb tömegsport rendezvényévén nőtte ki magát a Vivicsita. Óriási rekord volt, több mint 20 000-en indultak a különböző távokon. Iszonyatos mennyiségű ember volt, hát imádták az emberek ezek szerint, és marha érdekes, hogy a klasszikus távon a 10 kilométeresen jóval kevesebben, kb. Fele annyian indultak, köztük egyébként mi is, a Klassz FM csapata, mint a félmaratoni. Tehát gyakorlatilag a Vivicsita ilyen félmaratoni specialistára kezdik kinőni magát, mert hogy mondom, kétszer annyian indultak azon a távon. És Titus lefutotta? Le. Tényleg? Le, szépen volt, futott, igen. Vagy? Nem. Nem. Tehát megszenvedett vele? Nem, volt egy térsérülése, ami miatt viszonylag lassabb tempót. Hogy nem, pont egy sérülés volt. Diktálni. Most az történt, hogy én természetesen, ahogy szoktam, 5 perc előtt estem be a rajt előtt. Tehát gyakorlatilag annyi volt a melegítésem, hogy az első 2 kilométeren lassabban futottam, mint ahogy egyébként szoktam. És ők egy picit korábban indultak el. Nekem meg keresgélnem kellett őket, és mire én beértem a rajtvonalhoz, addigra már 4,5 perc elment így a mezőny eleje. De utolérted őket. Az utolsó azt mondja, hogy a 7. kilométernél fogtam be Tituszt, és akkor mondtam neki, hogy megütöttem átra a hát, azt mondta neki, nem? Kis 3 kilométeres hajrá. És mondta, hogy nagyon fáj neki a lába. Mondta, hogy a térdével gondjai vannak, és hogy ezért nem, de menjek. Azt mondja, hogy akkor is végig fogja futni, mert nem élné túl, hogyha ezen a héten végig ezt hallgatná tőletek. Na, így, tehát az... így is ezt fogja hallani, hogy fájt a lába, és viszonylag rossz technikával futott. Képzeld el, ha be se futott, ne. De én láttam ott egy csomó sétáló gyerekek. Ha lehet azt. Titus nem sétált. Nincs akadálya, ha mondjuk megfáradt. Tehát ha nekem valami oknál fogva nekem lett volna az a teljesen elmeredjön gondolatom, hogy én megyek erre. Akkor én egy 9 kilométert lesétálok, az egyet, mert volt időkorlát? Van. Mindig gyakorlatilag az van, hogy aki az utolsó autót, az utolsó ilyen felvezető, nem felvezető, hanem az utolsó, a mezőn záró autót gyakorlatilag eléri, pontosabban az autó éri előtt, az automatikusan elveszik tőle a rajtszámot, és akkor ott akkor neki vége. Rááll a kocsi a fejére, és letépik a melléről a rajtszámot, és ott hagyják. De azért teljesítető, tehát hogy nincsen vele gond, tehát hogy még 1:20 körül is jöttek be. Úgyhogy mi egyébként egész szépen teljesítettünk, Orsi rommá vert mindenkit, kis Orsi. Tényleg? Nagyon ügyes volt egyébként, azt mondja, hogy fel is írtam, megnéztem, 50 percest futott, egy 50 perces tízest, amit nagyon tisztességes. Aha. Az jó, meg mondjuk mögötte akartatok maradni, azért ne felejtsük el. Nekem a jobb 10 kilométeren semmi szoktak ilyenek lenni. Most természetesen most nem bíztam semmit a véletlenre, úgyhogy 5:30-kor feküdtem le, miután végignéztem annyi részt a vikingekből, amennyi csak lehetett. Akkor így
én ránéztem az órára, és mondom, fél öt, 12:45-kor rajt, na jó van, akkor lefekszünk aludni, úgyhogy nagyon frissen mentem oda. Roli is nagyon jót futott egyébként, nekem meggyőződésem, hogy a Roliból, Szani Roliból kiváló futó lenne, ha egy picit kevesebbet nincs medrink, kajálna. Nem, most már csak pirosítottam a keze. Még piros pocsgás az arca, már csak ezt tudott tenni. Nekem azt mondta, hogy mikor, mondjuk ittas volt közben, de hogy nem iszik már. Csak izotóniásakat. De hogyha 5-6 kilót ledobna, nagyon jó lenne, hogy 53 perc 45-tel hasított. Az jó? Teljesen korrekt. Csabi sajnos nem tudott ott lenni, ott volt még rajtunk kívül a mi Julink, ő is egyébként nagyon jól teljesített, ő azt mondja, hogy egy óra 5 percet futott, ő volt a legjobb fej. Vele álltunk be a mezőnybe, és akkor mondta Juli, hogy na jó, van, én nem vagyok egy társas futó. Felraktam fejhallgatóját, és onnantól kezdve lesz. Tudod, és akkor mondtam, jó, hát akkor hallják, és elfutottam én is egyedül, hát most tudod, de nagyon-nagyon aranyos, oda jött, és akkor mondta, hogy én nem vagyok egy ilyen társasági futó, nem vagyok közösség, föl, kész, kizárt a külvilágot, ezt végig futott. És letolta ő is a tizet? Letolta, igen, nagyon aranyos volt, meg ott volt Becker Feri is, még a Szélsztől, úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt. Aha, de akkor nem volt ilyen nagy közös, akkor mindenki külön a saját tempó. Volt ez egy közös fotózás, meg az elején azért találkoztunk, de engem a végén is találkoztunk, úgyhogy, de közben mindenki a saját tempójában futott. Aha. Na jó van. Ennyi, megcsináltuk, látod? Legyél rá te is büszke. Látod, lefutottuk, látod, tesó, látod, ott voltunk. Látod, ahogy lefutottuk. Jönnek nektek is jövőre. Hogyan fenében-e? Hát, hogyha nem lenne a Sonka Fesztivál... De van egy ilyen 800 méteres távis. Ezért mondom, hogy egy rakás van. Balázsnak kötelező a 10 km, tehát ez teljesen egyértelmű. Hát kicsit rákészülök, azt lefutom. Így van, tehát, hogy... Tényleg, mióta hallom ezt. De én arra közös fotóra gyúrok már egyébként régóta. Most már azóta le kellett cserélnem ugyan a fényképezőgépünket, mert már nem lehet kapni azt a szalagos változatot, amikor először ígérted, hogy majd jött. De én ezt kiböjtölöm. Neked ott kell lenned, le kell futnod. Feri meg majd indul, amit tudom, 3000 méter. Ne, sok lesz az. Majd. Sok lesz akkor az. 800 mikor van a következő? Egy év múlva. Egy év múlva? Nem? De hogy nem várok. Miért? Felicsitából sok van? Figyelj, igen. Felicsitából? Ricky a Poveriből. Figyelj. Mikor van a közben kövi? Lesznek még versenyek, amiket mi biztos, hogy elfogunk. Tehát a nekem Csabi, kell egy dátum, én olyan vagyok, mint Csabi, Roli, Orsi, kemény mag, plusz én, biztos, hogy menni fogunk még. Mondjatok egy dátumot, és akkor rákészül. Jó. És akkor élő adásban mondják, hogy megígérted bele, hogy lefutod. Na, tessék. Tényleg. Na, mondj egy dátumot. Most keres egy dátumot, és ha találsz egy olyan dátumot, ami jó, mármint úgy értem, hogy nem egy hónap múlva van, hanem mondjuk szeptember, vagy akkor lefutok veled egy 10-es simán. Jó? Most jó. Megígérem. Jó. Mondj egy dátumot. Ugye most figyeltetek? Tégy próbál. De most nem mondasz, mert nem találsz, akkor az a te hibád. Ha most esetleg nincs dátum, figyelj, itt van neked való május 18-19. Testébresztő női futógála. Most ezt találtam, érted. Ne, figyelj, lesz. Jó. Találunk neked egyet, azt mondja, hogy tisza, nem, azt mondja, júniusban biztos, hogy lesz. Igen. Igen. Igen, és mégpedig azt mondja, hogy maraton és félmaraton, váltó futás. Váltó az olyan béna. Miért lenne az? Hát, hogy nem tudod lefutni az egészet, csak váltod. Inkább fussunk kevesebbé, de ezt fussuk le egészbe. Tehát a maraton váltóban az olyan, mint egy félbehagyott szex, gyerekek. Tehát, hogy valaki megkopogtatja át, tehát kívülsz a sorból, és akkor folytatja valaki. De igen, tehát, hogy akkor fussunk kevesebbé, de ezt fussuk le, nem? Na, hát figyelj, mocskos, kúszós, csúszós, küzdős fighter szalán lesz majd május 17-én. De nem húzni akar futni. Nem akarok ilyen sárba hemperegni. Na, ez annyira méltatlan. Most belejél a hajam. Nem, így is nem elég, hogy izzadni fogok? Nem lesz elég bajom ezen a 10 kilométeren? Jó, figyelj, találunk egyet. Jó, ősszel van egy, akkor elmegyek. Nem ősszel, nem, mert akkor őszből megint tél lesz. A télből újra tapasz, igen, kicsit ilyen Monty Pythonos, igen, nem. Tehát, hogy majd találunk valamit közben. Na jó, megnézzük. Jó, nekem kell egy hónap, kettő, és akkor kicsit mozgolódok előtte. Az, hogyha lesz még egyszer, az a repülőtéri futás, amint tavaly volt. Az 3 kilométer. Bocoknak való. Azon meg nem indulsz el. Hát most jut az eszembe, Bence elfutás, hogy már most megaláznál egyet. Öt felett van egyébként. Öt felett? Nem valami hármat futottatok ott? Nem, az öt felett volt. Hát most az rákjárásban, vagy miben van, hogy pókjárásban, ördögszekérben is. Ugye, ha most megfogod a lábam, én is a te lábad, ördögszekérben leguruljuk. Na, 5 kilométer, az gyerekeknek való, Jani. Végig gurulom, tehát az tényleg. Adjál neki rendesen, a 10-est, azt mehetünk. Most még tiszta a ruhám, de csütörtökön akár most is bevállalnám.
ebben az időpontban. Igen. Megnéztem a 4-es metró gyerekek. Na mi volt? Na szép, végig mentünk rajta, igen, nagyon Kálvin tér, nagyon durva. De fölülmentetek végig, tehát kocsival vagy jobb vonalon. Figyelj, én igen, hát nagyon szép a Kálvin tér, hogy kívül megcsálták. Én nem értem ezt az egész 4-es metrót, most már, hogy utaztam rajta, végképp nem. Tehát ezek a 600 méteres megállók, egyszer nem tud fölgyorsulni a metró, mert újra meg kell állnia, és az esetek 80%-ában fönt, fölötted tudod, hogy ugyanott megy a villamos. Na ezt magyarázza meg nekem valaki. Tehát Kálvin tér, Fővám tér, Gellért tér, Móricz Zsigmond körtér. Meg fogják szüntetni a villamost. Tehát most ez kapásban 4 megálló, ahol megy fölötted a villamos. Na most egy Kálvin tér, Fővám tér, az annyi, hogy be se csukja az ajtókat, elindul és azonnal nyitja. Nincs ideje felgyorsulni. A becsukás pillanata előtt már fékez, és akkor már nyílik, és soha nem is csukódnak össze. Igen, ha megnézed, hogy hány perc jön a metró, és ki van írva, mint 8, az alatt lesétálod. 8 perc alatt simán átérsz. Lesétálsz egy Kálvin tér Fővám teret. Ugye az van a legközelebb egymáshoz. Egyébként tehát, igen. Miért tettek ilyen közel megállókat? Azt nem értem. Szerintem ott ez a Duna környéki projekt. Tehát, hogy igen. Lehet, hogy valamilyen műszaki oka lehetett annak a dolognak, én nem tudom. Hát tereztik le a Dunát, majd nem, a Fővám téren. Nincs, hát nem, na mindegy, egyébként gyönyörű. Én építettem utoljára a metrót, tervezés is már viszonylag. De egyébként gyönyörű, tehát nagyon szépek nagyon a megállók, szépen. Megnéztük a keleti pályaudvart, kiszálltunk az összes megállón, annyi ellenőr van, mindenhol rajzanak, mindenhol. Állnak a mozgó lépcsőnél, mondom, van itt valahol automata, ahol tudok egyet venni? Dőlünk lehet. Lehet tőlük venni ilyet. Hát mondom, na, milyen sötét középkor ez? Oda mész? Sötét középkor? De miért? Ez tök jó. De ha nem tudnál venni, akkor meg azt mondd a rád, igen, hogy, meg hogy nincs automata, meg hogy rossz az automata. Nem, gyerekek, hát minden normális városban azért az a metró megálló. De minek volt a töltözve jezsuita szerzetesnek? Aluljáróban ott van egy sötét középkor. Mondtam neki, mondom, minden normális megállóban ott van egy jegyautomata. Bemész, mondja az ellenőr, sehova nem ennyi. Nálam lehet venni. Benyúl a belső zsebében, mint egy ilyen kis sehogy. Sehol nem menjél, Domine. Sehol nem menjél, Domine. Kettő, hát mondom, oda visszamennénk. Jó, 4 darab szakasz, egy 350, fizetem 1002, oda egy egyet. Mondom. Visszajárok. Nem, pontosan, te mondom, számla. Valami tudod. Hát azt tudunk írni. Uh-huh. Józsi! Józsi! Józsi megfordul, jön a Józsi. Mi kell? Állok ott a gyerekkel, a Mikkel, mondom, régen utaztunk. Mikkel, mondja az ellenőr. Mondja, adjál már számlát, csávó nyúl be a belső zsebébe. Meg a gyerekek egy téli fagyit. Az is kabátból. Józsi készségesen benyúl a bőrkabátja alá, veszi elő a számlát, és elkezdi. Mondom, jó, nem, csak hűltem, mondom, csak kérdezem, az ég egyet a világon nincs számlára szükségem, csak kíváncsi voltam, hogy ha kérnék számlát, tudod, hát ez a... Láttam mögött egy kábelt, amiben volt kötve a naphoz. A rádiós jeladó a hátán. Józsi, mondom, miért nem vagy bekötve a pénztárgépeddel, érted? Józsi jött, belső zseb benyúl, elkezd, elővett a számlatöm. Hát mondom, ez, na hát ez mondom, fantasztikus. Mondom, nem, Józsi, hajt, köszönöm szépen. Menjünk le a mozgó lépcsőt, tényleg mint egy erődítmény a Kálvin téri megálló. Te láttad már? Aha. Szenzációs. Liftek, egy ilyen fortress, többen. Lemegyünk, oda jön mellém két ellenőr, és megállnak tőlem fél méterre, és így néznek. Hát jó, népszerű vagy. De hogy de nem szólaltak meg. Tudod, gyerek, így árászorít a kezem, nem mondom, hogy mit akarnak a bácsik. Mit akarnak a bácsik a középkorból. Tessék? Igen. És oda egy nézne. Mondom, elnézést, uraim, segíthetek? Vagy valami rosszat csináltunk? Nem. És így állnak tovább, és így nézne. Nem, mondom, itt mindenki nagyon fura. És nem, kicsit arrébb megyünk, jönnek utánunk ketten, de így semmi túlzás nincs abban. Megint megállnak, és így... Egy picit nyomasztó lehet. Mondom, tudok valamit segíteni, mi rosszul csináltunk valamit, vagy adjak jegyet, mert mondom, van jegyünk, vásárolt is tudom. Számla Józsinál van. Na mindegy, aztán arrébb mentek, nem, csak ott ők úgy néztek, minden megállónál legalább 4-5 ellenőr, de nem vadásznak, nem, semmit nem csinálnak, csak áldogálnak. Nagyon szép ez a LED sor, ami villog, amikor jön a metró. Még praktikus is. Nagyon praktikus. Gyerek átment a sávon, egyből ránk szóltak, úgyhogy nagyon szép. Na jó, van, tesztelted a rendszert. Azonnal leteszteltük a rendszert. Ő ugrott oda. Igen. Hopp. Én nem tudtam, hogy ennyi ellenőr van. Nem túlzok, kiszálltunk minden megállónál, 4-6 áldogálnak, nézelődnek, jönnek, mennek, nem tudom, mit csinálnak. És lent is, fönt is voltak? Lent is, fönt is, mindenhol. Dupla védelem. Mindenhol, gyerekek. Több volt, mint az utas. Az utasok lézengtek, egyébként nem voltak sokan. Keletig mentünk, az is nagyon szép lett, és akkor keletitől jöttünk vissza. Szent Gellért térig, és akkor onnan vissza a Kálvinig. Jó munka. Jó, hogy át lehet menni a metrókocsikba. Igen. Tehát, hogy nem nincs lezárva, tökre át lehet menni az elejéből a végébe. Nagyon klassz. És sofőrös még, vagy már sofőr? Én láttam még sofőrt, még igen. Sofőrös. Igen. Vigyáznak rá. Igen.
de nem ment túl, nem működött, jelez, ha becsukja az ajtót, kis sziréna van, nagyon-nagyon kultúrált. És mindenki fotózik, tudod? Még, még mindig. Mi, abszolút, minden, onnan látod, hogy még új a dolog, hogy minden, mindenki fotózik. Na mindegy. Úgyhogy így tudsz venni az ellenőr négyet? Hát figyelj, meg szerintem, igen, szerintem jó. Hát nem volt a kérdés, hogy mindent. Én nem tudtam, én azt hittem, hogy vagy automattal tudod, vagy valahogy ott megveszed, de az, hogy benyúl a belső zsebbe, ad négyet, ott kifizeted zsebben, jattolsz kicsit, leenged a mozgó lépcső, én nem tudtam, hogy ez így megy. Olcsó fékolaj, szexuliságok. Nem, mert ugye én azt hittem én az utazási élményeimből, hogy azért nem tudsz ellenőri jegyet venni, mert akkor lemegyek jegy nélkül, és ha jön az ellenőr, fél év után mondjuk, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy itt van, pont akartam jegyet venni, és megveszed tőle. Na jó, de ez lent már nem állja meg a helyét, mert neked fönn kell kezelni. Ja, hogy fönn kell. Uh-huh. Tehát a kezelőkapu előtt kell, hogy tudjál venni. De várjál, ő adott jegyet, és nem kezelte le, és én lementem négy darab szűzjeggyel. Megvannak még? Átveszem. Hát most figyelj. Na kíváncsi vagyok, hogy mit néztél BKV-ben. Ezek nem azok. Ezek 20 ezeresek, bali. Nem biztos, hogy megvan már. Tessék. Hopszi-hopszi. Az ott az kezeletlen jó jegy. Tehát, de jó lesz még. De nem kezelte le Józsi se. De nem neki kell lekezelni. Józsi az áfa díler, a számla díler. Tényleg nem kezelte. Nem kezelte le, csak adott kettő darab jegyet. Hát de nem is neki kell, mert ő onnan tudja, hogy te most rögtön utazz, azt neked kell lekezelni. De elindultam le a mozgó lépcsőbe, és nem szólt rám, hogy ha-ha-ho. Te vendégem vagy kettőre, jó? Tényleg? Persze, nekem adod. De rendes vagy. Itt mondanak azon, hogy kereteztessük be, hogy legyen bizonyíték arra, hogy BKV-sztál a 21. században, de hogy... 350 forint, neked adom. Használd el. Teljesen jó. Köszönöm szépen. Ugye, hogyha 350, ugye? Aha, 2x350. Miért mondtad ezt ilyen hangsúlyosan? Azért jó, a gyerek... adom. Győzsz egy 500-asra. Nem, a gyereknek nem kell. Tök jó. Ezt se tudtam például, hogy hány éves korig. 5 éves a gyerek, és neki nem kell egy. Nem tudom minket, ha nem én. Igen, tényleg már mindenhova. Mindenhova kell. 6 éves korig ingyenes? Nagyon korrekt a BKK, hogy ezt így megengedi. Na jó van. Oké. Ki akar fölülni először a lóra? Há, neked hát kéne. Nekem mi kéne. Mi fönt ülünk. Mert... Tehát, hogy igen, mi nekünk leszállunk. Érted. Most. Kibukta el a múlt hetet. Igen. Az összeset, amit játszottam, azt el is buktam. Azt igen. Kezdjük az alapoktól. Hintaló. Ha mennyi lett? 4, 1, 3, 2, mi lett? De most várjál, úgy van, azt beszéltük meg, hogy az egyperces játékból te 30-at válasz, és utána valamelyikünk átvesz. Ja tényleg, volt ez a felhozó játék. Igen, felhozó játék van, tehát 30 másodpercig te vagy, aztán vagy a Jani, vagy én átvesszük. Csináljunk ilyet, bali felhozó játék. Fekete fér igen nem váltó? Fekete fér igen nem váltó, balit fel kell hozni, balit vissza kell ültetni a lóra. Jó, lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, nyugodtan tegye meg. SMS-ben, arcoskodva, egészen nyugodtan. Fél hét múlt pontosan egy perccel, jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek. Mérnek kópháza előtt a 84-esen, a Sopron felé haladókat Ezüst Fábiából üzeni Samu. M0-as 54-es, 55-ös kilométer között trafia felüljáron az M1 felé. Ezt Tompi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, szóval, hogy új hét, azt mondjátok, esünk neki? De így nem lehet. Hát új hét. Új hét, gyerekek, igen, biztos? Na, mi van? Na. Meghibásodott a hiperő, ha túl működik. Igen, nagy, az már nagyon. Nincs jó vízzel. Igen. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Kati! Igen. Kati, honnan hívsz minket? Tiszavárkonyból. Tiszavárkony, ha jó is az. Mit csinálsz otthon? Igen, gyereket nevelek. Na, hány éves? Szeptemberben lesz 5. Kis fiú, kislány? Fiú. Egyedül van? Igen. Egyedül. Uh-huh. Jól van. Oké, kivel szeretnél játszani, Kati? Hát veled. Kivel mással? Bajnok leszel. Bajnok leszel. Megpróbáljam az egy percet, vagy menjünk fél percig? Ahogy gondolod. Azt beszéltük, fél percnél átadod. Próbálják visszaülni a lóra? Átdobod. De... Hát ha? Hát szerintem mindenképpen. Ugye? Azért ellenőrzd a hevedereket, nehogy lecsúszd. Kati, nem vagyok túl jó az utóbbi hetekben. Igazából. Ne törődj vele, én sem. Na, hát ha, akkor most rossz játszik rossz. Ha te is legyőzöl, akkor tényleg. Ha már egy játékos beismeri, hogy nem jó, és még úgy is legyőzöl, akkor tényleg abban hagyom. Jó?
Na jó, nézzük meg, kicsit izgulok, most már tényleg kéne egy győzelem. Nagyon rám férne. 3 hete nem nyertem, azt hiszem? 4 hete? Úgy körül. Körülbelül, ugye azóta nem hoztam pontot effektíve. Ajjaj. Egy ideje már nem számoljuk. Már nem megy. Na jó, induljunk. Hűsd meg az arcod, hűsd meg az arcod, pofos fel magad. Meg vagyok. Csinálni. Meg tudod? Na, 3, 2, 1, gyite! Na, Kati, itt vagy? Itt vagyok. Szeretnél kérdezni? Szeretnék. Na, de ha akarsz, kérdezhet. Kérdezek? Nyugodtan. Kérdezem, mit csinált a hétvégén? Milyen volt a hétvégén? Egész jó. Sétáltunk gyerekkel, körbejártuk a falut, ilyesmi. Sütsz, főzöl ilyenkor? Persze. Mit szoktál csinálni? Mi a kedvenc? Hát az általános. Húsleves, rántott hús. Jó. Ilyesmi. Ezen kívül valami, mert ez de gunalom. Sütni szoktam. Sütni? Na, mi a kedvenc? Vagy mit tudsz jól csinálni? Bármilyen édes sütemény. És most hétvégén sütöttél? Most kimaradt. Kimaradt? Ja. Mesélj te, milyen volt a metrózás? A metrózás? Hát az földön túli élmény volt. Lejárt? Nem bírok, nem tudok nyerni. Nem tudok nyerni, gyerekek. Már legalább nem mondtam ki. Gyerekek, eljutottam odáig, hogy már nem mondtam ki. Apró lépésekből kell újra visszaülnöm a lóra. Legalább nem mondtam ki. Most nyertem? Komolyan? Ha nyertél. Jó, de az mindegy, hagyjad, az nem ért. Most nem annak körülünk, annak körülünk, és nem mondta ki. De ráadásul esélyt sem hagysz a játékosnak, hogy kimondja az igent vagy a nemet. Néhányszor én éreztem, hogy ha nem folytatod volna, talán kicsúszik, de nem. Nem, ez még mindig nagyon nem megy. Nagyon odafigyeltem. Jó van, ügyi vagy, megvan az ajándékcsomag. Jó, tudom. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Nem, ez egy komoly válság, kell egy sportpszichológus. Nagy a baj, gyerekek. Jó, nézzük a Joldát, tényleg nem mondtam ki. Jó, nézzük, csak mi az? Hát ez, ja, nem mondta ki. Ja, tényleg. Igen. Ügyes voltál, Kati, gratulálunk. Köszönöm szépen. Küldjük a csomagon. Nagyon szépen köszönöm. Ciao, hello. Szia. Hello. Na, jó vagy. Szerintem jó vagy. Fél győzelem, gyerekek. Ilyen, nekem ilyen apró sikerekre van szükségem. Tehát eljutottam oda, hogy nem mondom ki. Ez is jó. Nem? Holnap már lehet, hogy talán tudok nyerni is. Nem, holnap még csak megszorítod, és szerdán igen, nyersz. Igen, és szerdán nyerünk. Én nem tudom, hogy mi lehet az oka ennek. Biztos, hogy van valami nagyon komoly lelki oka. Tehát, hogy így már nyomasztott, hogy túl jó vagy. Az a baj, hogy igen. Igen. Na jó van. Oké, 7 perc múlva, vagy 5 perc múlva, 7 óra, 1-0. Na, vége ez is. Illetve vége se. 1-0-ra vezetnek a hallgatók, jövünk a hírek után. Jaj, szegény. 7 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, gyerekek, itt vagyunk. Kijött, meg vagyok. Aha. Jó van. Megérkezett minden. Bukika baba. Megérkezett minden, aminek meg kell. Napavállára, úgy. Ah, gyerekek, szürke a reggel, meg egy kicsit hideg is, de ne aggódjon senki, mert holnap jön a hidegfront. Tehát lesz még rosszabb. Ennél sokkal rosszabb idő lesz, mint ami ma van. Azt szerintem az még messze van, azt még nem merik mondani. Hát húsvét vasárnapra esőt már nem mondanak. Gyerekek, hát örülnek, ha egy napra előre meg tudják mondani, nem, hogy 3 napra, vagy egy hétre. Hát majd azt ilyen csütörtök pénteken tudják egészen pontosan. Most még tippelnek valamit, aztán majd, ha jön a húsvét, akkor mit tudom én, pénteken, csütörtökön, akkor mondják, hogy mi van. Jajaj, na itt vagyunk. És van közlekedési hírünk, nem is kevés. Ugye? Azért most nem bánom, hogy még mindig fűtenek a BKV-n, írja Szala. Még megy a fűtés, tényleg? Hát de az nyáron is megy. Mikor, hogy, ugye? Ha tudják, átkapcsolják klímára, ha tudják, akkor ha tudják, lekapcsolják. Nem hiszem, hogy ez egy tudatos döntés eredmény. Egyszerűen csak tavaly őszről bekapcsolva maradt, és nem mennek hozzányúlni a kapcsolóhoz. De jó, hát ha fűtenek, akkor az mindenféleképpen jó hír. Budakeszi úton kamaszkorba lépett autók lassítják a forgalmat, adó és járulékmentes az út. Ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, egyfolytában úgy érzem, miközben játszol az SMS falat, nézed újságot, olvasol és tévézel. Nem a ló a bibi, nyerj a fiúkért, puszi Marcsi. Nem, mostanában mindig koncentrálok, de így se tudok nyerni, látod. Oda a renomém, mert abszolút megkopott, nem? Régen féltek tőlem, most mindenki velem akar játszani, mert tudják, hogy ez a legnyomorúságosabb játék vagyok. Így van. A puhány csak megpöckölik, és már dől is. Igen. A 4-es főúton Cegléd és Abony között defektes kamion a külső sávban. Óvatosan, nagyon rossz helyen van. Kis Kopi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen Kopinak.
És hát ennyi tulajdonképpen. Ezek a legfrissebb jelen hírek. Jelen van még egy Isaszek szélén mérik a Dány felé tartokat egy fehér asztrából. Csöpi a hárem vezér. Üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. A hegyekben mondtak havazást, moskös fogadást, írja Évi. Én mondtam, gyerekek, én mondtam, hogy még öt guba, hogy lesz havazás, de hát az a baj, puhákkal ülök itt, úgyhogy senki nem mert fogadni. Puhákkal. A 23 fokos március végi időjárása nem mertetek fogadni, hogy lesz még havazás. Mikor annyira nektek állt a zászló, mondtam, hogy még májusig öt guba hát, a havazásra. Ha, az is most... így megy neked, mint a felkéte fehérége, nem, akkor szerintem fogadjuk fel. Egy tízesben. Figyelj, lehet, hogy most ez egy általános kondíció, romlás nálad. Ez most abszolút egy, van, egyfajta leépülés. Minden játékban. Most lehet érte, te voltál egyszer a legyőzhetetlen fekete lovag, most egy karok és lábak nélkül torzó vagy csak. Egy lovag, akinek levágták mindenét, de ugrál, hogy egyezünk ki. Egyezünk ki, döntetlen. Figyelj, Feri elnyerte gyokoval. A havazás az mondjuk bejött, de a fekete fehér. Nem csak mondom, hogy Rolex Masters Monte Carlo. Vettél egy új órát? Nem, ha vennék, nem Rolexet vennék. Azt nem vagy. Ha, mi van ezzel? Nem, Rolex Masters van. De az mi? Az egy híres órásmester. Na, ugye? Én is arra gondoltam. Rolex bácsi. Nem, Monte Carlo van. Ma újra összegyűlnek az a srácok. Az városja, vagy mi az? És ATP 1000-es. Ja, tenisz. Bizonyám. Hát már tartom. ATP 1000-es salak. Jó. Csak, ha gondolod. Csak esetleg. Salakra. Jó, persze. De már az a tartod? Mi tartasz? Már nem tudom. Én imádom egyébként. A gyokó. Ott a gyokó. Többen, meg ott. Több meccs. Ne foglalkozzál vele, ott lesz. Gyokorna Dallas, gondolod? Hát azt nem tudom, hogy a másik oldalon ki lesz, de gyokó ott lesz. Nem tudom, milyen a sorsolásuk, de nem tudom, hogy állnak most, hogy kivel sorsoltak. Gyokor Nadal, ugye, mivel első, második, itt szerintem ők csak a végén találkozhatnak. Na, Gyokó hát, Féderer vagy Nadal Féderer, annak nagyobb az esélye. Szóljál, ha van valaki, aki tudsz hinni még a Gyokó ellen, és akkor tartom a tétet. Gyokor Nadal, jó? Jó. Jó. Szerintem ezt most előre köhög ki Balinak. Uh-huh. Jaj, Istenem, hány ilyen hallottam? Salakon ezt jobb, aki kiköhögött Balinak. Salakon nem jó a gyokó? Nem. Mit sziszeksz? Illetve nem az, hogy nem akkor jó. Akkor segítsél, ne szi jó. Figyelj, akkor szerintem legyen egy ilyen iszimbajjava, Oti. Jó? Hát jó. Az egyik rúdugró, meg másik rövid távfutó, és a második visszadom. Gyerekek! Adjátok vissza Demcsák Zsuzsát! Nem rossz azért most szerintem a csillag se. Csillával? Adják vissza Demcsák Zsuzsát. Hát a dekoltásban erősebb volt a Zsuzsi, de... Igen. Tehát be van öltözve. Azt hittem a Kárásznál nem tudok jobban elkeseredni, de mikor Cvitkót meglátom, még tudom, hogy még mindig tudok rossz kedvűbb lenni. Kérem, nekem a Kárász Demcsák, én nem tudok már nélkülük élni. Igen, mert ott a legnagyobb a kontraszt. Igen. A Cvitkó van annyira szexi, mint a csilla. Nem tudom. Tehát a Kárásztól tényleg mindig beindulok. Jobb kedve lesz. A Zsuzsa jobb, mint a csilla. Hát mondjuk meg őszintén, nem? Adjunk be petíciót a TV2-től. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van az a kor, amikor a szőke, meg van az, amikor barna, meg a fekete. Aztán a Zsuzsa bátrabban öltözik. Később meg már mindegyik. És most már a mindegyiknél tartunk. A Zsuzsa bátrabban öltözik. Igen, csilla nagyon visszafogott. Bár a Csillának is volt egy olyan kis nyári bejelentkezés, azt hiszem, amikor tavaly volt, és pont ami német Lajosunkkal együtt, amikor egy medence partján voltak, jó, sőt, meg is merítkeztek egy kicsit a medencébe. Jó, de mondjuk német azért... Lajos mellett egy Dacia Dusteri szexi, tehát, hogy... vagy egy Renault Megán is nagyon szexi, úgyhogy német Lajos mellett te is nagyon szexi vagy, hidd el. Igen? Ott lefeküdnél egy kis mikrofon. Nyugtat. Egy kis fecskével mikrofonnal a kezedbe, ott még te is nagyon szexi. Nem, hiszem, hogy azért a Lajos mellett a mikrofont a kezedbe venném be, hogy azért, azért annyira nem jön be Lajos. 50 fölött van Lajos sportos. A Lajos iszonyatosan jó állapotban van, maratonista. Így van. Igen. Na, hol voltál hétvégén? Mert láttam a reggelit, de még nem volt idő róla beszélni. Milyen volt a Sonka Fesztivál? Jó volt? Hiszen tele volt a szád. Nem fér rá megkérdezni. Milyen volt? Jó volt? Minden terményt elhoztam. Ez a Feri bácsi elmentes övezete, amit az asztalon látsz. És egyébként tényleg csak olyan dolgok voltak, amiben semmi nincsen. Az helyes. Rettenetesen sok ember, nagyon jó idő volt, kezdi még jobban kiforni magát. Ez most már 8. volt, és én az utolsó háromnak a fejlődését láttam. Figyelj, húsvét előtt egy héttel az emberek kijönnek, megtapogatják, megszagolják az árut, nagyon rafkósak, mert van ugye sonka verseny, és az vasárnap délután dől el. Megvárják, és aki... rajta? Persze, vicc, ez a saját sajimban. És aki az első lesz, azt a standot lerohanják az emberek, pedig hát mindenütt nyilván nagyon jó az áru, úgyhogy sokan voltak, és ez pedig nektek küldik, kérlek szépen Stelcék, Bátaszékről, Nyihárég, Békés Csabáról, amit csak köszönjük a szponzoroknak. Igen.
Feri reggel jött befelé, rögtön el is neveztem a sportágat, amit ő képvisel, Feri CrossFitnek. Ugye? Aha, igen, jött be azt, hogy a jobbomban 25 kilónyi sonka volt, mert ugye vannak rendelések. Hát te vagy itt a sonka szállító, igen. 25 kiló, a másik ma pedig a kiskosaram, amit nektek hoztam. Nagyon-nagyon kis szép. Ennyi egészségetekre. Minden házi benne, minden jó és minden elmentes. Kemény meló, jó szívűség. Hát ilyen ez, ebbe fog meghalni egyszer. De jó ember volt. Igen, azok jó, a sonkák. Hát nem temetik maguk alá. De nem, tényleg jól néz ki. Szép. Eszegessél, ne csak a kávét igyad. Á, muszáj. Kiukad a gyomrod. Á, muszáj egy kicsit kávéznom. Na, viszont van valami, ami a Janinál van. Nem. Az majd holnap a Tibinél. És... nálam is van? Aha. Nálam is van. Nálam jó, is. De Jani hozta be, hát személyes az élmény, hogy beszéljünk róla. Abszolút személyes az élmény, és szerintem nagyon sokan átélhetik, akinek valamilyen kis cégük van, adott esetben BTU, KC-ük, stb., mert kaptak ők velem egyetemben egy hivatalos levelet nemrégiben, pontosabban egy hivatalosnak tűnő levelet a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézettől, amiről a későbbiek már kiderült, hogy gyakorlatilag egy nem létező cégről van szó. Ők arra kérnek minket, vállalkozókat, pontosabban a BTKFT-k ügyvezetőit, hogy ugyan fizessenek már be 24 000 forintot a legkésőbb április 18-án. De mire? Hát, figyelj, Ferenc, én elmondom neked, ez az MKNI nyilvános jegyzékében való közzétételi díj. Mm. Ugye kezdjük ott a dolgot, hogy megjön egy olyan boríték, amivel te megkapod a mindenfélét a magyar államtól, meg a magyar kormánytól, díj hitelezve a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet, PF 20-12-53 Budapest. Így néz ki maga a boríték. Kibon, ez a hivatalos. Kinyitod, és már ugye azt gondolod, hogy megtalált az állam. Ugye? Ránézel, és na, már megint miért kell fizetnem, és kinek ennyi. Tehát állami intézménynek adja ki magát ez a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet. A magyar, tulajdonképpen a magyar címerhez hasonló, ugye, de abszolút kamu kis logószerűséggel, ami ugye nem az, csak arra hajaz. Egyértelműen csak hasonlít rá, de hogyha ránézel a levélre, magának a nyomtatványnak a külalakja, az, ahogy az egész szerkesztve van, meg ahogy kinéz, az megtévesztésig hasonlít zseni. Egy hivatalos gyerekem levélre. Gyerekem, mondjam, zseni. Zseniális adószámmal, cégjegyzékszámmal, tárgy, közzétételi díj, és azt írja, ugye, a másik oldalon pedig az általános szerződési feltételekben, hogy amit a Jani is mondott, hogy 24 000 forint az MKNI nyilvános jegyzékbe való közzétételéért. És ugye bonyolultan van megfogalmazva, nem is nagyon érted, hogy mi egyébként, csak azt írja, hogy a kötelezettség hatája alá tartozó társaságok köré, te elolvashatod a másik oldalon, és a te cégedet is bevették oda. És az egész levélnek a szerkesztése, a formája, a megfogalmazása, ja, az aláírás Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet, az úgy néz ki, mint egy tök hivatalos okirat lenne, ami ugye egy állami intézménytől jön hozzád. Hát és aki slendrián módon olvas, meg mint például, ahogy én szoktam ezeket a hivatalos leveleket, mielőtt átadom a könyvelőnek, aki ért hozzá, én azonnal befizettem volna. Simán azonnal. Simán figyelj, ott a koronás címer, nagyon hivatalos a név, és ami nagyon ügyes, ez a nyilvántartásba vétel alapján való. Tehát akkor már tudod, hogy te benne vagy valahol, gyerekek, akkor be kell fizetni. Bizony, látod rajta a saját cégednek a nevét, a cégednek az adószámát, nyilván ezekhez egyébként hozzá lehet jutni, nem kell sokat bogarászni az interneten, igen, hozzá tudsz jutni, de ugye hozzászokunk már ahhoz, hogy különböző járulékokat fizetünk, rengeteg különböző, van ilyen regisztrációs adó is egyébként, meg iparűzésedő, stb. Az ember általában egy könyvelővel dolgoztat, és a legtöbb esetben te át is passzolod neki, én időnként igyekszem levenni a terhet az ő válláról, és amit lehet, én fizetek be. Tehát aha, ez egy való teljesen természetes dolog. Én például ezt rögtön iktattam is a többi kis számla meg csekk közé, hogy be kell fizetni. Hogy majd ezt nekem valamikor be kell fizetnem. Aztán hála jó Istennek, leesett a tanulsz. Azt nem értem, hogy ilyenkor, amikor például ez most már azért, ugye tudható, hogy csalás, hát ott van egy bankszámlaszám, a bankszámlához tartozik, vagy egy KFT, vagy valaki, hát azért ezeket vissza lehet keresni, nem? Csak mondjuk nyilván az ott felhalmozódott pénz zárolják, de te már ezt vissza nem kapod, tehát egyenként nem utalják vissza, ha mondjuk ezt valaki befizette. Az a baj, hogyha ezt hivatalosan nézed, ez nem csalás. Hát micsoda? Ez nem csalás, ugyanis ha elolvassuk rendesen a papírt, akkor kiderül, hogy ezt nem kell neked befizetni, csak a nyelvezete úgy van, a szövegezése, hogy te azt gondolod, hogy ez egy kötelező dolog. Ezt ő sehol nem írja, hogy kötelező, ugye? És ő ad ezért szolgáltatást, ugyanis te tényleg nyilvántartásba kerülsz a cégeddel együtt. Belekerülsz egy nyilvántartásba, ami az ég egyadta világon nem jó semmire, te soha a büdös életben abból egy forintot nem fogsz keresni. Ő csak annyit mond, hogy nyilvántartásba vesszük az ön cégét, fizessen be 24, érted? Aha. Ha jól,
Hát igen, de szerintem azért ez jogi, jogi szempontból azért ez nyilván szankcionálható. Tehát, hogy azért egy ilyet te kapsz, és mondjuk összeszedsz 2-300 millió forintot alaptalanul, jogtalanul. Mindezt úgy egyébként, hogy hát tulajdonképpen te kiadod magad egy olyan létező állami intézménynek, amit te nem vagy. Hát azért ez erősen a csalás kategória. Ez nagyon az, persze, de hogyha ezt nagyon megkapargatod, akkor ő azt sem mondja, hogy ő egy állami intézmény. Hát nem. De hát ugye a cég neve az olyan. Hát Istenem, ezt a cég nevet valaki elfogadta, ezt bejegyezték, tehát ez egy létező KFT, egy egyszemélyes KFT, ezt valaki elfogadta, ő semmi hamisat nem írt erre a papírra. Hát ő nem KFT-nak adja ki magát, hanem a bankszámla mögött található ember az szerepel egy KFT-ben. Ő a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet. Aha. Illetve a KNTH-nál van egy bankszámla száma. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy mennyi lóvé van már rajta. Szerint, kíváncsi lennék, hogy mennyi jött össze egyébként, de szerintem egy picit sokat kérnek, nem? Igen. Kevesebbet kellett volna, az úgy hihető. Ez lehetett az oka annak, hogy bedőltek és ilyen gyorsan dőltek be, mert hogy ez a 24 ezer forint azért ez egy elég masszív tétel. Egy masszív kiadás, hogyha mondjuk azt mondták volna, hogy 3500 forintot legyen szíves átutalni erre a címre, és még egy picit jobban odafigyelnek olyan részletekre, mint például ez a kamu címer ott a sarkában, stb., amiket azért egy nem is kell könyvelőnek lenni ahhoz, hogy az ember kiszúrja, egyszerűen csak egy picit figyelmesebben kell elolvasni a dolgot, mondjuk, hogyha nem, mit tudom én, hétfőn este 9-kor bontott fel a borítékot, hanem mondjuk valamikor, amikor egy kicsit frissebb vagy, és jobban a döfél, ezt te is kiszúrhattad volna. De ők egyszerűen sokat akartak fogni ezen a dolgon, valószínűleg ezért is bukhattak be. Uh-huh. Amúgy ténylegesen itt egy KFT-ről van szó, 2013 novemberében jegyezték be 500 ezer forinttal ezt a bizonyos társaságot. Tehát, igen, hogy egy létező cég. Mondjuk a címer, gyerekek, az szenzációs, a kamu címer. Igen. Tehát, hogy az abszolút olyan, mint a magyar címer. Egy szélkakas? Igen. Egy szélkakas szerepe rajta, és ugye az egész hát, tulajdonképpen tükörfordításban van, tehát, hogy megvan tükrözve. Igen. Ugye? Tehát megvan fordítva az egész. Nincs a tetején semmi, aminek lennie kéne, de szenzációs. Igen, ez az szenzációs. Igen, de nem kategória. Ami nagyon hasonlít az ország címerére, de mégsem az. Mi van az MKNI weboldalán? Nézzük már meg. Tehát, hogy ha van nekik egy nyilvános weboldaluk, nézd már meg, hogy mi van rajta. Kérlek szépen, semmi azt mondja, nem. Hogy... Gondolom már semmi egyébként. Hogy nincs, és nem is azt mondja, várjál, Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet. Nekem az, hogy a kiszolgáló már nem található. Ja, tehát, hogy ott valószínűleg őket már leszették azért. Figyelj, mint ötlet egyébként döbbenetesen jó, de hogy idáig jutottunk, hogy hivatalos leveleket neked már így kell megnézned, hogy jó-e rajta a címer, meg tényleg úgy áll-e a kakas, és kakas van-e a magyar címerben, vagy nincs, és rá kell jönnöd, hogy hát az nem jó, meg nem így áll a magyar címer, meg nem így néz ki, tehát idáig jutottunk. Az a durva, hogy ez egy elég nagy stílű megtévesztés, vagy csalás már, tehát hogy itt azért ezeket a formanyagtartányokat igen, le kellett gyártatni, ugye össze kellett bogarászni azokat a cégneveket, akiknek elküldték, többek között nekünk is ezt a bizonyos levelet. Van egy postaköltség, mert ugye ő állta a díjat. Bizony. Csinálnod kell egy mkni.hu-t. Igen. Ugye? Tehát, hogy ezt azért meg kell állítanod, amíg ő kell azért egy információs, informatikai háttér, amit neked fel kell építeni. Gyerekek, nagyon durva. Nagyon durva. Én, mint a húzat befizettem volna. Igen. Kíváncsi vagyok nem egyébként, hogy mennyi nagyon lesz. Nagyon olvasom el ezeket. Nyilván, hogyha eljárást indítanak előlük, és ennek az eljárásnak a majd vége lesz, akkor lehet, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy megtudjuk, hogy összesen hány forintot csaltak így emberektől. Hát valószínűleg egyébként, mivel egy személyes KFT van mögötte, ugye, lehet, hogy már kivette azt a lóvét, ami eddig bejött, és viszlát. Igen, most azt írja, hogy jogilag kötelező érvényű szerződési válik önök a hirdető és az MKNI intézet, igen, KFT, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, igen, amikor, amit te mondtál. Tehát akkor ők egy ajánlatot tettek nekem, amivel én, ha élek és befizetem, bizony, de ha emögött nincs semmi, hát akkor ez akkor azért ez csalás. Az, tehát ők ugye tesznek egy ajánlatot, és emögött nincsen semmi. Na most valószínűleg, ha nem bukik meg az emberünk, akkor az van ugye, hogy ez a weboldal, amit most már bezárt, az valószínűleg működő lenne, és akkor abban lenne egy adatbázis, ahol benne van, amit Pityi Palkó BT, igen, jó igen napot kívánok. Igen. Ezt kaptad volna a pénzedért 27 ezerért. 24 ezerért, és egy olyan internetes adatbázisban, amit gyakorlatilag senki soha nem fog felkeresni. Így, ahogy mondod. Hát nyilván tök kamu az egész cég, szóval semmi nincs a nevükön, meg semmilyen nem is léteznek. Nagyon profi. Szóval, igen, hogy tényleg ott tartasz, hogy kapsz egy hivatalosnak tűnő levelet, és jól kell megnézned, és felismerned, hogy ez most csalás, vagy nem. Nagyon profi.
Csak adva, de befizeti 1000-2000 ember. Hát mi az? Már megvagy. Már megvagy. Nem? Mire ez az egész leesik, gyorsan megszünteted a bankszámla számot. Bizony. Ők is nyilván erre építettek, ugye benne vagyunk ebben a szörnyűvetésforga, hogy jönnek a csekkek, meg utalni minden hónapban, és az ember már szinte automatikusan küldi, hova, jó, számlaszám, igen, beírom, tessék, mehet. És ráadásul ránézek, és megtévesztésig hasonlít mondjuk egy jobb, nyilván nem egy az egybe, de mit tudom én, budapesti kereskedelmi és iparkamara, ja, hogy hívják, küldeményére. Ablakos boríték, ugye? Aha, ablakos boríték van. Rajta, ezért érti velény. Igen, itt van Laci, nem tudom mit mond, Laci, de itt van. Anna, igen. Nem, hello Laci, te is kaptál ilyet, vagy befizetted? Nem, sziasztok srácok, engem hello telefonon hívtak egy olyan jó fél évvel ezelőtt, és nagyon határozott bejelentkezés volt egy hölgytől, és kicsit számon kérően kommunikálta ezt az egész dolgot, hogy nekem miért van a kérdéseim ezzel, hiszen ők teljesen hivatalosan hívnak, és én megkérdeztem, hogy egyrészt honnan tudják a telefonszámomat, ami egy flottás telefonszám, nem is a cég nevén van, és mindig visszautalt ő arra, hogy de hát ez egy nyilvántartó, mintha ők teljesen hivatalos állami cég lennének. Ügyes. És én teljesen elzárkoztam ettől, és számon kértem, hogy honnan tudják egyáltalán, hogy a cégem, mert mi közük van ehhez az egész történethez. Úgyhogy engem utána békén hagytak. De próbáltak telefonon rávenni, hogy a megkapott levél alapján fizest be? Nagyon-nagyon határozottan, és egészen biztos vagyok benne, hogy ők sorba hívják a cégeket egyébként. Tehát ahol a cégnek megtudják a telefonszámát, ők nem csak ezt a leveles hadjáratot folytatják, hanem igyekeznek telefonon is behúzni embereket. Laci, bocsánat, előzőleg te kaptál egy ugyanilyen levelet? Nem, én ezért nem kaptam levelet, mert én már telefonon nekem gyanús volt ez az egész dolog, és próbáltam megtudni, hogy egyáltalán honnan tudják, hogy ez a cég létezik, meg ez a telefonszám, és innentől kezdve ők békén hagytak engem. Aha, mert azt hittem, hogy az a módszer, hogy kiküldik a levelet, ránéznek, hogy te nem utaltál, és utána kezdenek el telefonon vegzálni, hogy tessék befizetni. Honnan teszik össze, hogy melyik céghez melyik telefon? Hát igen, a telefonszám az itt a meleg. Az itt a meleg. Hogy ezt hogy teszed össze? Honnan szerzed meg? Mert az összes többi cégadatokat azért össze lehet szedegetni. A cégadatokat, azokat persze, hát azoknak bárki utána tud nézni. Igen, ha van egy könyvelője, vagy akár ő is, hogy működik a cég, eljárás alá vonták-e, megszüntetik, felszámolják, azokat meg lehet nézni. De a telefonszám az keményebb. De nem fizettél, nem? Nem. Hát nekem eleve kilógott alóláb ezzel, hogy kamu az egész történet. Csak azért érdemes erről így beszélni, hogy szerintem a telefonos zaklatás és próbálkozás is része a történetnek, hogy aki még nem kapott levelet, vagy esetleg kaphat még telefont is. Tehát ez egy ilyen nagyon jól megszerkesztett hadművelet. Hogy jól van kitalálva. Na mindjárt megnézzük még, mi van a honlapjukon. Jó, köszi, hogy elmondtad. Ciao, hello. Azt nézem, hogy a tárolt változatot meg tudjuk nézni esetleg? Nekem azt írja ki, hogy átmenetileg nem elérhető. Nem? Aha. Nem találod? Mert a tárolt változatot nézem, de egyelőre azt se találja. Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet. Gyerekek, nagyon szép. Nagyon szép. Tehát szépen kakasos, kitaláltuk. Kakasos címe. Igen. Kakasos. És mindez egy kakasos. Nagyon kemény. Kakasos címe. Nagyon kemény. Na jó, én nem kaptam ilyet, te kaptál? Nem, nekem se jött szerencsére. Hát, ha csak nem anyámhoz ment, mert ugye nekem létezik oda is, akkor viszont már be van fizetve. Mert a mama az nagyon rendes, akkor buktunk 24 ezeret. Mama azonnal csenget? Hivatalos papír, megjött Ferike, befizettem, majd küldd át, ha itt... Mondom, mama, mama, mit csináltam? Mama, ezt még nem kellett volna. De az a baj, hogy egyébként én is ez a kategória vagyok. Tehát így is jön valami csekk, már fizetem is be, én rajtam ne találjon senki fogást. Engem ne hívjanak be. Így egy hallgató, nekünk még pénteken is hívtak. Most pénteken. Én kaptam ilyen levelet múlt héten, de nem fizettem be. Rájöttem, hogy kamu, az egész szép napot, akkor ezek a levelek még múlt héten is mennek. Hát mit csinál? Lehet, hogy még most is jön. Igen. Igen, így egy hallgató, nézzétek meg a Google tárolt verzióját, a talált név alatt zöld nyíl. Zsolt küldte nekünk. Naponta hívnak ilyenek és ehhez hasonlók. Folyamatosan azt akarják, hogy fizessen. Igen. Nem létező cég. Voltak az RTL-esek a címükön. Kamu a cég, nincs ott senki. Aha. Írja nekünk a hallgató. Nagyon durva. És itt még ebben az esetben még egy ilyen látszat szolgáltatás nincsen. Például ismerjük azt, amikor a gyermekekből szeretnétek egy manökent nevelni. És akkor van egy cég, csinálnak vele egy ilyen kamu portfóliót, és bekerül egy adatbázisba x 1000 forintért, és akkor majd szólnak, hogyha.
Igen, hogyha de akkor legalább van egy szép fotósorozatot. Igen, legalább igen, csináltak róla egy pár fotót a gyerekről. Igen, azért ebbe az általános szerződési feltételekbe is érdemes belemenni, hogy mik vannak. Tehát kicsit részletesebben elolvasod, akkor azért érdekes dolgokat írnak. Jó, de magadtól elolvastad volna? Nem. Most már egyre többet nézem a levelet, lehet, hogy nem ugye, fizettem igen, volna. Az olvasás legnagyobb ellenség egy ilyen hátsó oldal, nézd végig rajta. Igen, kicsi, pici, apró betűs, hát sokan tudjuk sajnos ebben az országban, hogy ezeknek a nem elolvasása mihez vezethet. Egy szerződés nem mindig ott van a lényeg, az apró betűsben. Igen. A többit hagyd a fenébe, az nem számít. Na jól van. Hát akkor kuka, nem? Kuka. De észnél kell lenni, oda kell figyelni. Na. Jó, hát veled akarnak ilyet csinálni. Hallod, velem. Küldték volna nekem vagy a Ferinek, érted, azonnal. Tehát neked? Hát a te kis KFT-t hallod. Vagy BT-dre? Hát engem nem tudnak hátrázni, még jó, hogy tegnap megnéztük a híradót. Kucsengettél volna, mint a katonatiszt. Mindjárt. 7:30 pontosan 3 perccel itt vagyunk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Mi az a sok 2003-on? Van valami játékunk? Bizony, nem is egy. Igen? Aha. És ügyesek? Nagyon jók. Ügyesen írnak. Nagyon ügyes, és most, hogy elárultad a helyes megfejtést. Ja. Tényleg? Többen fogják tudni? Igen. Tehát a 2003 a jó valóban. Ja, jó, már ránézem monitoromra, mondom, kérdeztünk valamit, hogy 2003-ban alapították az MKN-it, vagy mi ez a hihetetlen mennyiségű 2003 SMS, hogy ezek miért nem egy másik SMS számra jönnek? De hogy, ja, hogy van egy játék? Van. Te tolod? Nem is, egy-kettő. Aha. Na. Jó blokkos. Jani, átveszem? Drága hallgatók! De szívesen csinálnám, úristen! Bennem megbízhattok, komolyan, gyerekek. Ennyi. Nem mondok rosszat, ennyi. Nem akarlak benneteket átvágni. Ha én azt látom a monitoromon, hogy 2003, akkor mondom, hogy 2003. De hazudok? Nem, érdemes tényleg Balázsra odafigyelni, mert nagyon jó dolgokat mond. Gyerekek, mint egy időzített bombolyam információ. Mi ez a rengeteg 2003? Ne törődj vele, Bali, egy hétig ment a nyereményjáték. Most ma lett volna a sorsolás, ne törődj vele, hogy megölted. Csak az játszott, aki hallja a reklámot, így viszont mindenki megírja, hogy 2003, ha hallotta, hanem hátha nyer valamit, tudod, ne törődj vele, Bali. Most már egy kampány. Is érdemes megírni. Egy kampányt húztál át ezzel. Egy ügynökség ezen hónapokat geggelt, hogy mi legyen, tudod. Bali bejött, 2003, mi a fene ez azok 2003? Gyerekek, most már az ne egyetek puhák, mindenki küldje el, hogy 2003. Persze. Mikor van a következő sorsolás? 8-kor? Ma, igen, 859-esben, 857-es blokkban lesz. 857-es blokk. Na, 2003, jó? Jó, van. Ne kérdezzetek semmit, csak küldjetek el 2003. Nem tudom, mi a kérdés, nem tudom, mire ez a válasz. Én is annyit tudok, mint ti, de a jó válasz a 2003. Mi a nyeremény? 10.000 forintos vásárlási utalvány, meg 2 színházi jegy. Jó az. Nagyon jó. Most tényleg mondjátok, hogy Bali nem jó arc. Hát, nem? Szerintem tök jó, megadhat az esélyt mindenkinek. Gyerekek, ahogy kellett. Jó, és utána lesz egy másik játék a következő órában, ott az exkluzíva helyes. Ott az exkluzíva helyes? Mondom majd ezt. Én, amit látok a monitoromon, gyerekek, én azt mondom. Jaj, basszus, valaki rosszat küldött el, nem 2300, 2003. Aki meg 200-at küldött, az küldje meg a 3-ast is még külön. Igen, 2003, higgyetek el, amit mondok, az ugyan. M0-56-os kilométer, a Király adószedői befejezték a felüljárón a szolgáltatás nélküli ellenérték begyűjtését. Ezt Márcus küldte nekünk, köszönjük szépen. Torlódás van Pest felé, a 30-as kilométernél az M5-ösön, és Dány felé közlekedőket fehér Opelből mérik, ezt Mityusz küldte nekünk, ez Isaszeg határában van. Egy Citroen Jimmy típusú puttonyos halad, aki látja, húzódjon le a saját biztonsági érdekében, mert nem normális, ez egy barom állat. Debrecenből Nyíregyháza felé a 4-esen megy. Aha, ott valami kis nézeteltérés lehetett. Na jó, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Uven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Beruné. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló! Hello! Halló! Norbi? Norbi vagy, igen, így van. Norbi, honnan hívsz minket? Jászapátiról, éppen vonaton vagyok, Budapest felé. Na, időben vagy késésben? Hogy vagy? Hogy menek? Időben, most éppen időben. Hát mondjunk valami jót is a MÁV-ról. Így, hajrá, szép volt. MÁV! Ott volt időben, nem késik, időben vagy? Nem, te? Most éppen időben. Nagy ritkaság, de így van. Na, pont dicsérni akarjuk őket. Mit csinálsz Pesten? Hogy vonatoznod kell? Tanulok. Egyetemi hallgató vagyok az Ógrai Egyetemen. Villamosmérnöki szakon. De szép is az.
És hol akarsz majd villamosmérnök lenni? A MÁV-nál? Hát azért lehet, hogy itt is jó lenne. Legalább nem késnének ennyit. És akkor ott a vonaton tanulgat szépen? Igen, szoktam. Átnézed? Aha. Elfogadják egyébként a vonatjegyet nálad, mint szakmai gyakorlatot? Az utazással töltött idő? Nem. Nem szokták elfogadni. A késés azt igen? Egyébként? Vagy nincs? Egyetemben már lehet, nem? Hát ott már nem olyan szigorú. Hát itt már nem veszik olyan szigorúan. Hány éves vagy? Hát most vagyok első éves. De negyedjére. Nem. Lassan 30 vagyok, jó lenne kijárni. Első is, de már unom. Na, de ezek a legszebb évek. Élvezed az egyetemet, vagy jó? Én nagyon szeretem. Hát most kezdem. Gimiből? Szakközépből. Uh-huh. Szakközépből. Ott vannak csajok is? Vannak. De hogy most kezdett? Hát nem szeptemberben indult? Vagy? De, szeptemberben indult. Csak megcsúsztál. És... Kicsit elkéstél? Vagy hogy most? Nem, hát már most második fél évemet viszem. Na, és egy jó gólyabál, egyetemi bulik, csajok, mesélj egy kicsit. Hm? Hát meg voltak is. Az összes? Már mi volt meg a bulik? Igen. Aha. Még a hangod alapján nem vagy egy ilyen nagy parti arc, nem? Tehát nem látom magam, majd, hogy félmeztelenül. Nem túltottam. Igen, lasszózol a pólóddal, és éppen egy hatalmas nagy sört fogsz a kezedbe, és locsolod a többiekre, tehát nem vagy ez az arc, ugye? Nem vagyok sörös. Hmm. És, de kevesebb nálatok úgy arányait tekintve a lány tanuló, ugye? Igen. Hányan vannak az osztályodban, vagy a... Aha. Hát úgy tudom, hogy akik most indultak, ők olyan 10 vannak. 10 csaj összesen? Igen. Fél villamosmérnöknek azért tudod, az nem jellemző. Hát akkor nagyobb a harc, nem? Meg a mosolyokban is egy kicsit több van, amikor az osztálytársad ránéz. És milyenek, Norbi, tényleg? Na, őszintén jók? Persze, vannak, nagyon jók. És a srácok? Jani, őket nem nézem olyan szemmel. Csak van valami párhuzamos szak, nem? Ami ilyen nőiesebb és a van, kettő. Van, persze, igen. Na. Mi az, milyen szak, ami a csaj? Hát ilyen könnyűipari. Jaj, gondolom, textilmérnők. Igen, igen, igen. Aha. Kevés óló. Na jó van. Gyerekek, megpróbáltunk Norbiból mindent kihozni, amit lehetett. Innen, onnan kapargattuk, kérdeztük, minden. Tök sokat barátkoztunk. Csúcsra járattuk Norbit. Na, Norbi nem az a nagy bokkamester, ahogy hallom. Norbi szépen visszafogottan ül a vonaton, és várja. Nyerni akar, így van. Így van. Jól van, mutatjuk Óven bácsit, Berunént, hogy mit csinálnak, figyelj. Hát ott levelet írnak. Hivatalos levelet. Hivatalos levelet. Éppen most jelentik fel az MKN-i. Nagyon helyes. Jól teszik. Jól teszik, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Fú. Hát pedig ez olyan könnyű. Robbie Williams. Jaj, tényleg. Játsszuk ezt a dalt? Már nem mi, mert mi reggel nem játszunk ilyet, de hogy egyébként megy ez a dal a klasszon? Valaha játsztuk, megnézem. De én nagyon szeretem, és szoktam hallgatni. Hmm. Megy nálunk? Szoktad hallgatni? Itt a klasszon, mert nem szoktam hallani, de egyébként meghallgatom gyakran. Miért? Annyira ezt jó ez a dal. Miért nem játsszuk Robitól ezt a dalt? Lassúztál erre valakivel a gólyabálon? Nem. De legalább ittál egy sört? Nem. Egyáltalán nem iszom. Semmilyen alkohol? Nagyon helyes. Semmilyen alkohol. És mit csináltál a gólyabálon akkor? Csak be voltam fülezve. Ültem és Facebookoztam. Hát te aztán egy igazi parti arc vagy. Ültél és Facebookoztál. Na ehhez még az korábban még úgy. Na most ezért tart itt ez a világ, mert ilyenek az egyetemisták. Az iskolában menő gyerekek ezt hallották. Mi lesz belőlük? Bocsánat. Azt a mindenit. Norbikám, de az egy kicsit bulizol, lazítasz? Hát egyetemista vagy, még előtted az élet, szoktál azért egy kicsit ott a villamos... Muszáj. Nem lehet is, hogyha utána Magyarország villamos hálózata lesz az ő vállán, érted? Mivel pörgeted magad, forgószékkel? Igen, persze, azzal minden nap. Gyerekek, már az egyetemisták se a régi, mi szétszedtük a házat a gólyabálon, komolyan, hogy annyira kész voltunk. Na jó van, Norbikám, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Aztán csak megfontoltál ügyesen, nem ám szétbulizni magad, jó? Köszönöm szépen. Vigyázz magadra. Sziasztok. Aztán kicsit foglalkozz a tanulással is. Elég a végzás a bőrgés. Nagyon renitens vagy, tessék egy kicsit visszafogni, jó Norbi, szevasz, csáó. Megpróbálom, álló. Szia. Egy született parti azt. Szerintetek hazajár minden nap anyuhoz? Vagy kollégista? Hát nem tudom. Hétfő reggel van. Szerintem biztos, hogy hazamegy. Gyerekem, megfontolt villamosmérnök, nincs ezzel baj. Ilyen villamosmérnökökre van szükség ebben az országban.
És tökélet volna, hogyha egyébként meg közben látjuk, és kiderül, hogy egy irgalmatlan irokész frizurás, punk srác, hatalmas expajtet felirattal a hátán, ebben benne volt. Piercing, igaz, hogy benne volt? Ez sanszos, hogy ez így van. Martens feldobva a szemközti ülésre, éppen kitép egy mamának a kezéből a hagyját. Igen, hagyas kiflit. Igen, és cigarettázik a nem dohányzóba. Nagyon helyes, tudod? Nagyon helyes, hogy az egyetemisták ilyenek. Nagyon helyes. Jézusom, nagyon helyes. Igen, villamosmérnöknek terültem volna, én is így toltam volna. Aha. Na jól van, figyeljetek, a lényeg, ne felejtsétek el, bármi is volt a kérdés, 2003 a megoldás, jó, van, 2003 a megoldás, jó, küldjetek nekünk SMS-t, nem tudom milyen nyeremény, de 2003 a megoldás. A kedvenc megoldásom, én nem adom ilyen könnyen magam, szerintem 2004. Őt nem lehet megvenni. Szeret veszélyesen élni. Hogy? Igen. 8 óra után sushit csinálunk, gyerekek? Hát csináljuk, szerintem. Igen? Na persze. Értem. Érkezik hozzánk egy sushi készítő nagymester? Per, tök jó, mert már megy el a látásom így is a zabálástól, de... Azt már mindenit. Egy női sushi készítő ráadásul? Aha. Van női sushi is? Igen. Annak milyen az íze? Vagy a szakács a női? Igen. De igen. A sushi stott, készítő a női? Na! Stott, hogy hívják? Hogy hívják? Maki. Makinak igen. Hívják? A szakács nőt, nem a sushit. Maki. Makinak hívják a szakács nőt, aki jön nagyon hozzánk. Nagyon aranyom. Maki jön. Na. Beszélgetünk Makival egy kicsit, és megnézzük, hogy kell sushit készíteni. 5 perc, pontosan 8 óra, ezzel jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk változatlanul. Már hogy mihez képest kellett volna megváltoznunk? Nem tudom. Hát a hétvégéhez képest valami történt volna, de nem. Mind a hárman megjelentünk, itt vagyunk, teljes a létszám. És vannak friss közlekedés híreink, Egér út és a 7-es út elesett, a kettő kereszteződésében vagyok, és minden felé dugó van, ezt Vesz küldte nekünk. M0-ás Budapest felé az Ecseri kihajtónál a felüljáróról mérik a sebességet, üzeni nekünk Kornél. Aztán Köki mellett a felüljárót elkezdték felújítani, hatalmas a torlódás, buszok indulását is átszervezték, Gregor üzeni. Cseppelen a második Rákóczi útotában van dugulva mindkét irányban, az M0-ástól lehet, hogy az új úthoz új lámpa is kellene, kérdezi Norbi tőlünk ezt. Aztán 37-es számú főút Miskolc felé a szélerőműnél szép fotók készülnek, ezt Jankó 85 küldte nekünk. Rengeteg megoldás, ugye? Már hirdettél eredményt? Még nem mondtad, hogy később lesz majd. És budai pesti alsó rakparton egyelőre szépen lassan, de lehet haladni. Ezt pedig Marci üzente nekünk még 8 óra előtt néhány perccel. Köszönjük szépen! Egér út elesett, mondtam? Mondtam. Igen, Fótligetnél lézersó, nagyon sunyi helyről, ezt pedig Laca üzen. Mondja, Jani, mondani csak annyit akartam mondani, hogy a Facebook oldalunkon jelenleg 247.872 lájkoló van, ami nagyon szép, de hát ugye szeretnénk elérni a 250.000-et, ugye értitek, kedves hallgatók, és annak is örülnék például, hogyha a három műsorvezetőnek a képe több lájkot kapna, mint egy hupikék törpike. Hát ez jelent valamit. Hát gyerekek, ezen el kell gondolkodni. Ezen el kell gondolkodni. Fontos, hogy mi nem veszük a lájkokat, ugye? Mi? Hogy vennénk már? Vannak, akik otthonosan mozognak a piac térre lájkvásárlás szempontjából, de mi nem vásároljuk a lájkokat. Bárki győzöl le bennünket, mi akkor is becsületes módon szeretnénk fölpumpálni a saját lájkszámunkat. Ugye? Ezt azért mindig tegyük hozzá. Ezek eredeti lájkok. Jó, ha eredeti lájkokat akarsz, gyere a morningshow.hu-ra, ott nincsenek vásárolt lájkok. Nem növünk percenként 2-3 lájkot. Nem így van beállítva. Elnézést, a szoftver. Elnézést, bocsánat, de csak egy köszönöm szépen tudunk adni érte. Így van. De van egy csomó plusz tartalom a Facebookon, amiért érdemes megnézni minket, és ha már a vásárolt lájkokat említettem, akkor boldog névnapot Kassa Tibinek, mert ugye kettő mert ugye kettő szorosan összefügg. Szegély hónap. Most mi? Hát én csak boldog névnapot kívántam neki. Hát végül is igen. Hát most mondtam bármi. Beszéltél valamiről, lezártad, új téma, köszöntöst. Hát most valaki összekapcsolja. Na, mert rossz indulatú. Mert rossz indulatú és gonosz, azzal nem egyszerűen nem tudok mit csinálni. Na gyerekek, ugye szerintem mindenki észreveti, aki szereti a japán konyhát, hogy Magyarországon is egyre népszerűbb a sushi, és hát ugye hódít, ugye? Tulajdonképpen az ázsiai konyha, aminek csak egy pici szegmens érkezett el hozzánk sushi formájában, de az ázsiai élelmiszerek, a sushi, a távol-keleti konyha alapanyagai egyre népszerűbbek. A pankó morzsa. Így van, és igen. Mindenki sushit akar enni, vagy meg akarja kóstolni, számos főzőtanfolyam indul, ahol már tanítják a sushi készítés árnyoldalait és örömeit, ugye? Ahol megtanulhat a magyar ember sushit készíteni. Jól mondom? Jó, igen. Minden tökéletes. Nekem van egy olyan konkrét haverom, aki elment és egy ilyen tanfolyamot végigcsinált például
aztán soha életében nem csinált mondjuk sushit, de akkor jól érezte magát. De egy több oklevél neki jól jött. Na, egy kicsit ezt próbáljuk most közelebb hozni hallgatóinkhoz. Nyilván sokan nem ettek még sushit, nem is próbálták, lehet szeretnék kipróbálni. Ugye viszonylagosan drágább dologról van azért szó, ugye? Tehát, hogy biztos nem mindenki engedheti azért ezt meg magának, hát nem olcsó az alapanyag, a jobb minőségű azért az még mindig drága, 6 ilyen kis maki, 6 ilyen kis tekercs, ugye tulajdonképpen, vagy egy tekercs, ami 6 részre van vágva, akár tud 1500-2000 forint is lenni. Hát a magyar ember ránéz, és ugye ha a sushi nem lóg le a tányira széléről, akkor az nem látott húsz. Akkor azt mondja, hát mi ez a 6 kis böttöm kis darabocska, ott ugye a beidegződések. Fekete Lacit láttátok már japán étteremben? Nem. Hallod? Letenni a szakácsot is megeszi. Hallod? Ne csomagold be! Ugye, hat ilyen makit letennél elé, hát figyelj, ezért borogatás végezd a konyhába. Szívosz el a szívnál föl. Visszaküldeni. Na, és itt van velünk a japán konyha nagymestere, Maki Stevenson. Hello, Maki, jó reggelt kívánunk jó neked. Reggelt. Maki Stevenson, kicsit Maki, kicsit Stevenson, tehát kicsit japán, kicsit amerikai, vagy ez a Maki Stevenson nem egy originál japán név? Nem, így születtem. A második apukám amerikai volt. Na, azért kérdezem. Ha? Stevenson lett, de a magyar a férjem. Magyar a férje? Igen. Mióta élsz Magyarországon, mert egész jó a magyarod? Hát folyamatosan most már 2006 óta. És te 2006 óta tanulsz csak magyarul? Igen, mondaná. Ahhoz képest azért egy élő reggeli rádió műsorba eljönni, ugye a magyar műsorvezetők nyomják a hülye magyar vakerdumát, és így tudsz 2006 óta. Jobban beszélsz, mint a Cookie a Music FM-en. Aki pedig a 30 éve is. Igen. Nekem van egy barátom, ő 40 éves, de nem tud így magyarul, ahogy te. És mindig próbálok szájról olvasni, hogy vajon mit mondott, mert annyira beszédhibás. Köszönöm szépen. Japán konyha nagymestere, ez mit jelent? Ez mit jelent? Hát nem mondanám, egy nagy mester vagyok. Hánydan? Fekete szakács vagy ez mit jelent pontosan? Nem, ez a szakács vagyok. Japánban születtem, úgyhogy japán számra lesz, és a legkedvenc étel, ez hát egy házi konyha, japán konyha. Hát amiről mi annyit tudunk, hogy sushi, ugye? Hát igen, de azért van még. De kis szegény a gondolista. Szóval mindenki, aki szerintem, aki a gondolja sushi, akkor maki, ez a tekercs. Igen. Vagy az, amit nigiri. Kézzel for. Mm-hmm. Már. Ugye, amit általában rajta van valami nyers. Egy darab nyers hal, rajta az anigiri. Igen. Vagy a sushi, akkor mindenki azt hiszi, hogy nyers hal, vagy valami nyers dolga kell lenni, de igazából nem. Egyáltalán nem. Nem az a lényeg, hogy a nyers dolgok legyen rajta, vagy bekeverve, de a maga rizs, az a lényeg. Aha, ez tehát, a sztár. Tehát sonka sushit is tudunk csinálni. Már haza is értél, Feri. Egyébként tudunk? Lehet? Például, igen, most már Japánban is egy kicsit modern, mondhatjuk, ilyen kicsit, mert van olyan a fiatalok vagy gyerekek, aki nem annyira szereti az a nyers hal ízű, úgyhogy láttam Japánban is a kacsa sushi. Na, tetszik. Onnan már csak kacsa egy sushi, ami kacsa, hát otthon. Hát van, magyar-japán éttermekben van rántott húsos sushi is. Egyébként egy csomó helyen látom, ugye, hogyha uborkás, avokádós, és hát ezekkel már megbarátkoztál, egyél rántott húsosat, és akkor utána menj át a nyers halra. Igen, mert van a tempura. Ugye a tempura az olyan rántott zöldség, meg a lehet rák. Festék, gyerekek is használják. Szóval, hogyha van olyat, akkor gondolom, hát lehet a kacsirke, aki nem szereti, mondjuk. De Feri is például nagyon szereti, biztos nem tudod róla, hogy ő imádja például a sonkás sushit, rizs, alga nélkül, sok fehér kenyérrel, fő tojás. Így van, hogy kicsi. Rizsel reszel, torma nagyon. A jó fehér kenyér összenyomba. Igen, csak Maki, a szüleid bosszúja volt így, hogy egy ilyen Maki tekersről kaptad a neved, vagy ez már ők azt akarták, hogy te szakács legyél. Nem, egyáltalán nem ez jelenti, szóval Maki. A Maki persze lehet ez úgy, hogy összeteker, de én nevem nem ez a két szó. Első ma, ez ilyen, mint igazi, és a ki, ez válaszolta, hogy élet. Szóval igazi élet, de szép. Szóval de jó. Egyenesen menj el, ezt akartam mondani a szüleim. Hogy... Hát én pedig csak annyit kérdezek, hogy Maki a szakács, ugye? Ja, igen. Hát de jó. Hát egy jó szóját, igen. És a Maki Stevenson az egyenesen menni előre az életben, mint egy gőzgép. Igen. Na jó, gyerekek, de Maki főz.
Érted? Na jó, ma ő. Pedig így szoktam bemutatkozni magam, hogy Maki, és akkor mi, tessék, és akkor Maki, mint majom, és akkor senki nem elfelejti. Ja, igen. Senki hát, nem Maki, elfelejti, igen. De tényleg. Igen. És akkor mondod, hogy Maki, mint majom. Hálás vagyok a szülei, Maki, és valaki már néni a piacon kérdezte tőlem, és nem, szülei nem gondoltál, hogy ez mit jelent magyarul? Hát biztos nem. Biztos nem gondoltál, de figyelj, nem. Ismer a pákot, a fekete pákot? Tudod, hogy ki jön? Nem. Nem, mintha vesztettél volna bármit is, de hogy ő kb. 20 éve él Magyarországon, és nem beszél így magyarul. Az megvan? Igen. Hogy, igen. Hogy, van egy nigériai srác, aki... Á, tudom, tévében, igen. Az a bolond, mondja nyugodtan. Igen, aki megszökött. Igen, Nigériából, a bolondok házából. Mi nagyon kedveljük őt egyébként. Hát igen, ez is egy jó helye. Ez is egy jó jelző. Ő mikor? 1997-98, ma 2000. Hát 25 éve itt van. Igen, 15 éve van Magyarországon, de hogy közel se beszél annyira jól magyarul, mint te. Tehát ez nyilván adottság. Hát a sushi-a meg arról ne is. Hát igen. Hogy Magyarországon? Hát a Japán, Amerika, hát azért annyi helyre lehet menni. Kicsi véletlenül. Szóval találkozom a férjemmel Amerikában. És ide jöttem először látogatni, utána kiköltöztünk Amerikába vissza, és a férjemnek a munka miatt ide költöztünk Pestre. Igazából a cég küldött minket ide, egyáltalán nem számítottunk, akkor úgy mentünk ki a kutyával hárman, akkor sziasztok! Majd jövünk látogatni. Az mindig engem annyira érdekel, hogy amikor te nem érted a magyart, milyennek hallod, hogy mi miért nem tudjuk a saját nyelvünket meghallgatni, hogy milyen lehet úgy a magyar, hogy nem érted. Nem? Milyennek hallottad először a magyar nyelvet, vagy milyen, amikor mi beszélgetünk, mert ugye az olaszokra mondják, hogy olyan, mintha veszekednének. Az oroszokra is, a görögökre is, mindenkire rá lehet húzni egy jelzőt. A magyar milyen, amikor még egy szót se értesz belőle? Milyennek hallod? Nem tudom, milyennek hallom. Fura nyelv, nem? Hát furcsa. Nagyon hosszú a szavak, meg nem tudom. Japán nyelven rövidebb szavak vannak? Igen? Rövidek, meg több szünet van, hogy ilyen, hogy szoktunk kicsit megállni a szavak között. Kicsit, igen. Nyugalomban. Nem kell kapkodni. Ugye, nem kell kapkodni. Meg szoktunk így, hogy mondjam, szóval nem amit mond, de azt a csöndes szünet, meg az a akcentus, vagy a intonáció között érezni, igen, hogy mit szeretnék mondani. Ti azt is úgy tudjátok megkérdezni, hogy kérsz egy pohár vizet, hogyha nekem ezt egy japán mondja japánul, akkor azt hiszem, hogy most ránt elő szamurájkal. Igen. Nem? Jézusom, ne ülj meg, csak azt kérdeztem, hogy kérsz egy pohár vizet. Mit mondott most? A gyerekeimet te váltátok. Megnézel egy japán filmet, és foglalj helyet, érezd magad otthon. Hát ezt egy japán úgy mondja neked, hogy nem mersz többet ránézni. Maki, ezt le tudnád fordítani, hogy a Balázs előbb mondod. Hogy van japánul? Kiesz egy pohár vizet? Ez hogy szól például japánul? Omizirimaska? Nem ilyen? Omizirimaska? Odaadom a pénztárcámat, ne bántsd, ne bántsd. De ugye mérgesen hangzik? Igen, hogy... Nagyon erélyesen. Igen? Omizinomi maszka? Na jó, így azért... Na, ez azért ez így szép. Én amikor például japán erotikus filmeket néz, akkor... Jó, erre nem tudok kommentálni. Hagyjuk a sushi készítés, Maki. Van itt sokkal izgalmasabb dolog. Akkor soha nem értettem, hogy miért haragszik a bácsi a nénire, mert nagyon fiatallal láttam egyet. És miért? És kiderült, hogy nem. Egyébként ők szerelmesek egymásba, és most éppen nagyon szép dolgokat mondott neki. Igen. Miért lehet a japánoknál fehér neműt kapni boltba? Ezt mondd meg nekem, Maki. Használtad. Hogy ez ott. Mi történik ott veletek Japánban? Hogy más rádiós műsorban hallottam múlt héten. Ez igazából ez inkább ilyen legenda. Szerintem nem volt így, hogy minden sarkon volt egy használt bugi. Hát akkor jó minőségű képekkel támasztják alá a legendát. Mert igen, hát mert nem olyan, ez egy kicsit durvának hangzik, nem bárhol. Mit csinálnak vele? Bedobja az automatába a lány, aki ott hagyja, és a pasi pénzért megveszi a használt bugit. De ezt tudod, hány éve ezelőtt volt? Szerintem igen. Ez már most lehet, már a 30 éve ezelőtt valami. De mit csinál? Vagy hazaviszi? Vagy ez nálatok egy teljesen bevett dolog, hogy használt fehér neműs... Szerintem egy hely volt, és kb. Egy olyan automat. És valahogy így kiment egész világon, mint mintha minden sarkon lenne olyan automata, de nincs. De nincs ilyen. Nincs olyan. Akkor mégsem megyek ki. Akkor nem is olyan érdekes. Ez így már nem is. Lehet ilyen szexuális kapcsolata, lehet kicsit intro.
de sokkal introvertabb vagyunk, mint európaiak, mondjuk. Igen. Mert hogy ez a nőknek se nem öltöznek, nem mutatnak sok bőr, akar nyáron is. Szóval és a tévéműsorok, amik nálatok mennek? Az nagyon durva. Múltkor láttam egy olyan tévéműsort nálatok Japánban, az internetkereső oldalon, hogy az volt az angol fordítás, hogy ismerd meg az anyádat. És arról szólt a műsor, hogy egy falon keresztül nők belógatták a saját mellüket, és a fal másik oldalán a fiúnak meg kellett találni, hogy melyik mell tartozik a saját anyjához. Mondjuk én imádtam. Sokkal durvább dolgok történtek egyébként ebben a műsorban. Az első forduló az volt, hogy megismered-e a saját anyádat, oda ment a srác, ez egy vetélkedő. Ez egy vetélkedő. Vannak ilyen műsorok nálatok, nem? Igen. Ugye? Főműsor idős vetélkedő. Japánban oda ment, és a falnál megtapogatott 8 darab női mellett. És azt mondta, hogy ő az anyám. Ő szokta. Megtapsolta a műsorvezető, kijött, mondom, azért még valahova fejlődni az RTL-en. Tudod, mondom, ezt beviszem a Kolosihoz, mondom, Péter. Igen, hát ha. Ezt szívesen csinálnám. Egy ilyen szívesen csinálnám. És meg anyádnak hogy fogod beadni? De mi nem szívesen csinálnak ilyen? De, hát ezt képest el vagyunk maradva. Tehát másnak az anyjába. Mi még ott ilyen kód, meg Juski labirintusból, meg találd meg a helyszínfet, meg nem tudom. Hihihehe, ha nálunk. És aztán jött egy durvább forduló, az már nem adásképes. Igen. Hogy ezek ott bevett műsorok, nem? Maki, mesélj már elő egy kicsit, hogy ez tök megszokott állatot? Igen. Van olyan bolond tévéműsor. De lehet ezért olyan vicces, mert annyira, hogy ilyen nincs. Szóval tényleg ez ilyen tévévilág, hogy ilyen médiában, ez vicces, de szerintem mindennapos, vagy a mindennap ilyen életünkben sokkal csöndesebb, lehet unalmasabb, mint lehet, tévé. Hogy ezért. Hát ez vicces, igen, mert tényleg, hát nem. Nem, én azóta elég sok ilyen műsort megnéztem, hát vannak formátumok, amiket javasolni fogok. Nem láttál ilyet? De hát nekem a kedvencem, amikor egy autóbuszban benne van 20 ember, bezárják az autóbuszt, és belökik egy molóról a tóba. És be van kamerázva, és akkor ki kell jönniük. És ha nem sikerül, akkor hát akkor picit küzdelmesebb lesz a dolog. Igen, például régebben volt, amikor ilyen 50 fokos vízbe bedobták egy emberek meg. Ilyen sztárok, rengeteg pénzt keresi, olyan egy nap múlva, mert tényleg ilyen több tízezer dollárt keresi, de ti szívesen beugrani 50 fokos vízbe? Akkor is, hogy mondjuk, nem tudom, 20 ezer dollár fizettek, hogy nem. Hát, de ugrani, Balázs, nem, de mint műsorvezető nagyon arca. Szívesen csinálja egyet, ismerd meg az anyádat. Első fordulón vendégünk Gönczi Gábor, Olyák Lilla. És mamája valahol. És a fal mögött le lehet tapogatni. Miről beszéltünk? Ja, sushi. Sushit mindenki tud csinálni, otthon az nálatok olyan, mint nálunk a krumplis tészta? Valami, mert több fajta sushit van, szóval nem feltétlenül, hogy ezt a kettő, ami mondtuk, a nigiri meg maki, mindenki, nem tudom. Szerintem nagyjából minden házi asszonyok, meg anyukák már ismeri valamennyire. A nigiri annyira nem szoktunk otthon készíteni, mert hát lehet, nem az, hogy nem lehet, csak az inkább, hogy bemegyünk inkább egy terembe, a sushi mester szakács, hogy készítjön. Ezen kívül tényleg rengeteg fajta sushit van, szóval megint, hogy ez a sushi rizs, a rizs, ízesített rizs, ez a fő, és van olyan, ami vegetáriános, mondjuk, nincs benne semmi. Csak a zöldség. Maki, az igaz, sushi. Hogy az ilyen sushi mesterek, azok csak a rizs főzést 3 évig nyomják. Én ezt olvastam, most már nem mindenhova. Régebben így. Tehát az volt. Igazi profi 3 évig. Az elég kemény rizs, ami nem fő meg 3 év alatt, nem? Tehát én nem tudom. Én ritkán főzök rizs, nekem 10 perc alatt megvan, hogy 3 évig főzni a rizst. Bemész egy iskolába, és akkor az van, na Balázs, akkor 3 évig maga csak rizst fog főzni. Nem, ez a képességektől függ. Balázs hamarabb megtudná tanulni. Ja. Ő se az alapos, miért csak nem értik, hogy mi a lényeg. Gyerekek, 10 perc van már ott én tanítanék. De átvenném az irányítást, 3 évig kell rizst főzni, hát az valószínűleg nem elég sokáig. Szóval régebben így volt, nagyon-nagyon szigorú volt, hát persze most már olyan van, ilyen gyors étterem, szinte gyors étterem, sushi, szóval ugye bemész, és már tudod, az, amit itt körbejár, hát itt van is van néhány ilyen étterem. Igen, az a running sushi, így van. Az egy nagy... kell ott utaztatni ezeket a vackokat. Az üzletmenet szempontjából az egy tökéletes ötlet, mert a végére csak elfogy. Kulináris élményként szerintem az még megy, amíg minden elfogy róla. Hát nem csinálnak újat. Nem, most már nem, mert lehet rendelni. Szóval leül, lát, hogy nézi, ami körbe megy, és akkor ez kicsit száradt.
Akkor rengeteg, igen, akkor inkább rendelek frissen. Szóval nem tudom, üzlet szempontból ez tökéletes, nem tudom. És pucérnőkről lesztek még sushi? Azt is nem. És az érdekel, de is. Az is izgalmas. Ha én kimennék Japánba és egy ilyen fehér nemű gyűjtőautomatába, mindenki a saját univerzumába. Minden. Bedobnék egy fehér neműt, mennyit kapnék, értem? Minden pénztől függ, szóval biztos, hogy a sokat fizet, bárki bármit csinál nektek, szóval, hogy a sokat fizet, akkor biztos van, aki szívesen adnák a bugyit, vagy a... Vagy a mesztelen nőket, mesztelen nőt. A sushi malá. Ez a mesztelen nőről sushi evés... Én egy gyorsan megzabálnék mindent. Az egy jó dolog, ezt láttam filmekben. Az bejön, az jó, nem? Mikor ez ott, jó? Ott fekszik a mesztelen nő, és akkor tele van ott pakolva. Hát minden akinek nem... annyira szerintem nem. Akkor legyen ez a új üzlet, vagy a, nem tudom, Class Radio, sushi étele, valamilyen zárt, ilyen privát. Gyerekek, kit fektessünk föl? Kinek fér a legtöbb sushi? Egyértelműen a Ferinek föl kell fektetni. De hát most akkor legyen fér. Csak Feri túl hínáros. Szőrei beleakadnának a sushi-ban. Tényleg ilyen lapos kell lennie, hogy ne csúszson le. Igen, abszolút. Ki a lapos hasú te? És streamelek rendszeresen. Jó. Ki mersz velünk állni egy pálcikelvő verseny? Hát nem pálcikelvő. Kérdezi ezt egy japán. Szóval pálcikát szoktatok használni? Én nagyon jól tudok használni pálcikát. Mindig csodálkozik, igen? Mert nekem van fűzőiskolám. Jaj, eltörted. Nagyon jól ismerem. És a leveshez is szoktunk, hát pálcikába kínálni, és akkor mindenki, a magyarok nézik, és a kanalat, hogy lehet enni a leves a pálcikával, ezen két kis botok. És akkor hát... De a tésztát eszitek ki a levesből a pálcikával, nem? A pálcikával szoktuk, igen, hát nem tésztát, de hát a zöldség, vagy tofu, vagy alga, vagy bármi, ami van. És a maga... Szürcsölni, mondjuk. Én nem tudom, hogy igaz, egyszer azt olvastam, hogy mind Japánban, mind Kínában, amikor ugye elkezdték használni az evőeszközt, akkor megnőtt az átlag magasság. Mm-hmm. Igen? Ide a sushit. Te már csak meg tudod állítani a csökkenést. Ugyanis ugye a pálcika miatt sokkal kisebb mennyiségeket ettek, és ugye hát mondjuk Japánban nem is mindenki, mert a legtöbb még mini pálcikával lesznek, de Kína egyes gazdagabb területén bevezetik evőeszközt. Az ebédidő meg fix volt. Elkezdtek evőeszközzel lenni, és hogy megnőtt az átlag magasság. Tehát egy kicsit magasabbak lett. Igen, ez halál komoly. Tehát ez egy tök jó, hogy ő nem tud róla, de te igen. Ez egy tudományos kutatás. Nem, Balázs, nem tudok elhinni, aki aztán bugyi automatát. Ha már az automatát kérdezed, ha bedobok 10 bugyit. Jó, oké. Figyelj, az igaz, lehet, tudom, hogy csak periféria, de hogy Jackie Chan tényleg el tudta kapni szerinted a legyet két pálcikába? Az létezik? Bármi lehet kapni. Szóval, de nézd, tényleg, nagyon erőn egyszerű, bármi lehet kapni a pálcikával. Bármilyen pici? Akar szezammag is. Te durva. Hát azért mire, az főszereget egy fél kilót vele. A szezammagot ti hogy hívjátok amúgy? Mi? Goma. 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 Jó, oké, értemben beszélgetünk még néhány óratot a sushi készítésről. Jó, tartunk egy pici szünetet. Jó, hírezünk, maradj ma ki nyugodtan. Meg te kezd el csinálni, hogy azért legyen egy-két fotónk, ha már túl sokat beszélni nem tudtunk róla, hogy néz ki az, amikor készül maga a sushi. Jó, tartunk egy pici szünetet, jönnek a hírek után pedig Makival folytatjuk. 3:49 lesz 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Vendégünk Maki, a mesterszakács, és a sushi készítésről is. Hát beszélgetünk. Igen. Igen, nem. Másról is, igen. Meg igyekszünk 2-10 percben mindent megtudni Japánról. Nagyon érdekes. Láttad a game sokat? Aha. Kemény, nem? De voltál Japánban? Nem, sajnos még nem. Sajnos. Képzeld el, nagyon hogy... messze vagytok, tudod? Igen. Hát, ha kicsit közelebb úsznátok a szigettel, akkor... Nekem egy ismerősöm volt pont vele SMS, ezek ő azt mondja például, hogy nem mondtok semmire nemet, hogy a japánok nem nagyon tudnak, hogy ő bement egy áruházba, keresett egy ilyen valamilyen kábelt, és nem mondja meg a dolgozó, hogy nincs, hanem inkább elmegy és keresi 3-szor fél órát, és majd visszamegy, és azt mondja, hogy igen, nincs. De hogy, és ezt leírta nekem esetben, hogy nincs olyan, hogy egy japán például valamire nemet mondjon. Ez igaz, hogy ő ezt tapasztalta, hogy nagyon érdekes. Hogy így vannak trenírozva, vagy így vagytok trenírozva. Hogy... Igen, igen, hogy a nemet kell mondani, akkor nagyon sajnáljunk. Hogyha nincs, akkor tényleg, hogy a boltba bemész, és valami keres, és nincs, akkor tényleg nagyon-nagyon-nagyon bocsánat szoktak kérni. Tehát hogy... igen, nincs. Igen, de hogy egy japán nemet mondjon, az például nehezen elképzelhető, írta egy barátom. De akkor te is egy kicsit sajnálod, hogy nincsen
minden sarkon bugyi automata. Sajnálja? Hát. Jó, akkor bocsánat kérek összes a japán. Maki, japán szeme bennünk mi volt a legfurább? Bármi, a szokásunk, az ételeink, a berögzött dolgaink, a közlekedés, a vonatok késése, bármi olyan, ami, hogy itt hát 40 perc neki. Például abszolút megszokott. Vagy minden, ami mondta. Kérlek, amikor ide jöttél, vagy az első egy-két évből, ami rajtunk magyarokon nagyon fura volt, vagy nem tudtad például a japán precizitás után hová tenni? Mi volt fura? Nekem fröccs volt nagyon fura. Jó, de megszerettem. Igen, az hát, tényleg világos, nagyon imádom. Világos. A fröccsféle nagyon-nagyon fura volt. Még hát ott mindenféle ilyen szakékat isztok, nem ilyen pálinka, ilyen rizspálinka jellegű dolgokat, nem? Nem, többi is. Uh-huh. Szoktunk inni sócsú, mondjuk, olyan, mint pálinka. Uh-huh. Csak, szóval lehet így, hogy jéggel, vagy csak így magával, de általában szoktunk berakni, vagy hogy menjen kicsit a higítani, akár víz, forró víz, uh-huh. teát, a juice, valami gyümölcslével, vagy szódával. És minden buli vége karate? És ha már kérdezi, hogy melyik a jobb, a kung fu vagy a karate szerinted? Tényleg, keresni kell szponzorok nektek, hogy elmennétek Japánba, és akkor én nagyon szeretnék, csak az egy hosszabb túra, tehát oda az ember nem tud szerintem egy hétre menni, akkor oda azért érdemes 2 hét, 3 hét, tehát egy nagyobb szabadságot kéne kiütnünk azért így a rádióból. Csak tudunk települni, nem? Egy jó kitelepülés. A Japánból élő műsor. Ugye? Na! Ha valahol technikailag meg lehet csinálni, akkor szerintem csak az. Igen, időzi. Szóval van egy kis időeltolódás, ja. Igen. Na, kimerszelünk állni egy pálcika evőversenyre? Már nem a pálcikát akarjuk megenni, hanem egy pálcikával evőversenyre? Ki persze. Tudja előbb megenni a rizst? Hm? Kihívjuk Maki? De minden szemek. Tudod, minden apró szemek meg kell lenni. De ez ecetes rizs, ugye? Nem, sima rizs, amit sima rizs. Ez én jól lakok. Nem lehetne kevesebb egy pizza? Hát, jól lakod? Negyed kiló már. De hogy nehogy negyed kiló. Na de várjál, Maki, Maki, neked is versenyezni ja, kell. Én is. Hát persze. Hát ez a lényeg, hogy miért akarunk kihívni. Igen. Mi tudjuk, hogy jók vagyunk. Ugye? Azt hitted, hogy nem merünk veled kiállni. Én csak 3 pálcikával van. Na. Akkor én csinálom majd egyet. Vagy 2 celluza. Ki adja oda? 2 csőtészta. Jó, te úgyis villával leszel. Tényleg? Megnyertem volna pedig. Na. Maki, számolj vissza Japánul, figyelj. Hogy halljunk egy kis japán autentikus számolást, jó? 3-2. 10 vagy 3? 100-ból. 100? Akkor 5-ből, jó? 5-ből, jó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Csihán! Ú, gyerekek, annyira be fogtok égni. Bár Balázs a tempójában próbál követni, Makit követni. Milyen ő? Megette! Van még 3 szem. 3 szem, hallod? Hogy mondod, Jani? Figyelj csak, ne arra, hogy egy 1/2 kiló rizs lóg a szádon oldalt. De a gyorsaság volt a lényeg. Így van, be kell lapátolni először, hogy lenyelni már nem kell. Aha. Gyerekek. Ki a bajnok, ki a király, ki a király? Gyerekek. Ti csak pálcikával lesztek egyébként, Maki? Így áll nyugodtan egy kortyot közben. Vagy tehát például Japán, hogy az ember nem sokszor lát evőeszköz. Használtok azért? Vagy a pálcika nektek mindenek felett, nem? Nem is nagyon ezt a késvilla. Dehogy nem. Igen? Dehogy nem. Mindenfélét teszünk, szóval kínait, francia, amerikai. Jó, magyar kunyha nem annyira népszerű, de ezzel van magyar kunyhát is. Létezik Tokióban. Van egyik asszisztensom, aki tanított, ő magyar, és Japánban 4 éves, és ő tanított a magyar ételeket a főzőiskolában, Japánban. Az elsőre gondolom, hogy neked nagyon megterelő volt, nem? Tehát a magyar ételek egy japán számára, tehát fűszeres, csípős, mákos, nehéz, nem? Mákos tészta például a mai napig nem, ez nem értem. Igen, nem értem, az nem, senki nem érti a világon. Nem az a kérdés, hogy ízik, vagy nem, ez nem értem. De hogy miért, vagy hogy tudjuk megenni? Miért, és miért annyi mennyiségben? És itt annak, hogy tényleg nem második a fő ételre, de tele van a polcukorra. Ez igen, de ez éres. Egy desszert, mondanád te? Ez desszert? Nem, nálunk ez, nem, nálunk ez nálunk egy főétel. Hát igen. Tészta. De ha polcukorra gondolsz, akkor meg nyilván akkor desszert, ez teljesen ugye? Desszert. Na, de igen? Hát nem az, az egy főétel. És nyáron miért olyan durva édes gyümölcs leves, ez az első, ez az első leves. Jó, ételek, hogy leves, de ez egy tejszínhabban van, és ez cukorra. Ez nem inkább ilyen desszert, de ez kapjuk ezt mi elsőként tesszük egyébként. Hát miért az indiaiak meg mindent tesznek egyszerre? Igen, mi is igazából. Kivéve kaiseki. Ez a
ilyen 10 fölött fogásos étel, akkor minden külön, de általában egyszer szoktunk, szóval leves szoktunk kínálni a többi étel együtt. Aha. De, igen, csak a mákos tészta. A főzelék azt is. Jó, hát most egy rendes magyar gyomornak meg azt mondod, hogy egy nyers halat meg algát, hát az is kitér. A magyar meg azt nem tudja hova tenni, hogy a nyers ételt meg kell enni. A japán konyha az nem egy ilyen szükségkonyha, hogy mindent megesztek kivéve a rokon? Tehát, hogy mindent, ami elhető, gyakorlatilag bedolgoztok ti is a konyhátokban, nem? Hát, minden eszünk, igen. Minden eszünk, de például a harcsa, az nem. De ti esztek. Eszünk, de mi a baj a harcsával? Miért nem? Mert mi szoktunk mondani, hogy nem tiszta vízben él. Hát, ugye? És de pontyot esztek? Pontj, nagyon kevesen. Na, de a pontj az büdösebb ország, mint a harcsa. Igen. De figyelj, amikor Japánban voltam, most januárban, és mondtam, voltunk egy sushi étteremben, Tsukiji, az a legnagyobb a hal piacon belül, és ott reggeliztünk sushi, hajnal 5-kor, és mesterszakács, honnan jöttetek-e Budapestről? És akkor, és mit tesznek ott? Halat tesznek? És akkor, hát ponty. És jött három szakács, hogy így hozzám, hogy tényleg ponty esznek, és hogy jön? Nézd meg, ő az, aki pontyot esz. De, mert hogy koszos a víz, és hogy, hogy nem tiszta állat, nem? Vagy hogy nem, annyira nem. Tiszta és az ott egy leves készíteni, és sashimi, szóval nyersen is lehet enni, de ez nem szójaszószra szoktuk enni, de ilyen kicsit édes, nagyon sós miszópasztával. Hát meg a miszóleves, igen, miszópasztá. Hát igen, a miszóleves készül. De ez nagyon különleges étel, szóval ez nem olyan étel, ami minden ételben lehet találni, ez tényleg ilyen különleges, hogy csak a helyekkel. Na, és van itt neked egy főzőiskolád, ugye? Hogy abban tanítod a magyarokat sushit csinálni? Igen. De jó. De... Kik mennek, pasik, vagy csajok inkább, vagy mindenki? Mind a kettő. Figyelj, több emancipált férfiak jönnek, nagyon örülök, mert például, hát igen, amikor először jöttem, mindig ezt mondta, hát a konyha munka, hát a magyar férfiak, ez egy női munka. Jaj, ezt hittem európai, hát európai férfiak, és sokkal emancipáltabb, nyitottabb. Például ez volt nekem furcsa, amikor először jöttem. Miért látok otthon egy családban a férfi főz? Jó, Japánban annyira nem, de pedig a fiatalok most már segít. Szóval szívesen vigyázi a gyerekek, pelenkálok, meg a... Ja, szóval más. De nem, ezt hittem, nekem csak ez volt fejebben, hogy magyar, akkor ilyen európai férfiak, sokkal ilyen, nem tudom, nyitottabb lesz. De tényleg sokkal több. Az igaz, hogy azért nincsen női sushi készítő, mert hogy hidegebb a kezetek, és a hideg kéz miatt effektíve nem tud úgy összeállni a sushi? Ja, szerintem ez ilyen. Ez mondták... Én ezt hallottam, hogy ezért nincs sok helyen női sushi készítő, mert hogy a nőknek a készőmérséklete sokkal hidegebb. Hát sajnos ez ilyen még mindig ilyen mai napig készi a férfi világ. De szerintem a maga fűz, ugye, hogy a profinként, szakácsként az minden világ mindenhova, a több férfi dolgozik, mint nők. Mert hát ez egy kemény 16 munka. Órát a 40 fokban állni, az... Igen. És ezért ezt szerettek egyébként japán nőről fagyit enni jobban, mert soha meg. Azt hadd kérdezem meg, hogy ebbe a bugyi automatába egy darab bugyit, ha bedobod. Ismersz Jakuzát? A Jakuza tényleg fehér autóval jár. Maki, drága vagy, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Tegyél még itt nekünk adáson kívül össze valamit, hogy ezt le tudjuk fotózni. Jó. De nagyon élveztük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. A sushi készítésről kevesebbet tudtunk meg, de Japánról viszont annál többet. Az avokádó magot én elvinném a macskának játszani. Maki, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm. Itt voltál, pedig hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Zsolti! Zsoltikám, honnan hívsz minket? Salgótarján volt hívva. Salgótarján. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Szeretném. Na, megpróbáljuk, jó? Figyelj, Zsolti, így szól az első kérdés. Jó. Milyen állat látható a Ferrari autók emblémájában? Mondtam, hogy nehéz. Ez egy ló lenne. Így? Ez nem túl nehéz. Így elsőre. Mehetünk tovább? Megpróbálom, igen. Jó, dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Melyik országban játszódik a Ghetto Milliomos című Oscar-díjas film? Ghetto Milliomos? Na. Afrikai országban szerintem. Igen? Mondj egy országot. Indiai országban.
Már indiai országban? Tehát Indiában. Ja, azt hittem Indián belül akarsz mondani egy országot, picit megleptél. Aha, menjünk tovább. Úgy, hát nem tudom, milyen témakról veszek, megkérdezhetem. Nehéz. A második kérdés, hogy nehezebb, az 100%. Tényleg? Lehet, aha, hogy megkérdezhetem. Lehet... Nem. Hihetsz bennünk. Sportkémakör, vagy mi? Nem. És nem könnyű. Én megállnék, de ezt mindig a játékosnak kell eldönteni. Értem. Hát szerintem srácok megállok. Nagyon helyes. Tudod, hogy ennél a kérdésre álltak meg pénteken, tehát mindenki azt várja, hogy mi volt a pénteki kérdés, igen, és már megint nem tudjuk meg, hogy mi volt. Igen, ez egy irodalmi kérdés, ugye, vagy jól gondolom? Nem. De meghallgathatod holnap, ha megállsz, mert jó, Jani mindig átmenti. Megállok, jó? Megállsz? Igen, megállok. Akkor megvan az ajándékcsomag, gratulálunk neked, megvan köszönöm az egéralátét, és megvan a dedikált nyakbankasztó. Nagyon szépen köszönöm. Zsoltikám, jó döntés volt szerintem. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jó döntés ez így, nem? Ez nem egy könnyű kérdés. Egyáltalán nem könnyű. Átmented holnapra? Át. Mindenképpen. Ezt egy évig fogjuk ezt a kérdést. De ez egy nagyon szép kérdés. Nagyon szép kérdés, csak nehéz. Igen. 5 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 9 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk mind a hárman. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek. Ma még holnap még meleg, aztán jön valami kis hidegfront, átszáguld felettünk, úgyhogy kicsit hidegebb lesz, hűvösebb lesz. Hétvégére viszont húsvétra jön a jó idő, és húsvét. Az is jön. Megint hétfő. Ugye? De hogy jövő héten nem jövünk. Egy hét múlva nem dolgozunk. Idén hétfőre esik. Igen. Hétfőre esik. Nem volt egyszerű elintézni, hogy ez is hosszú hétvége legyen, de megcsináltam. Jó, van akkor. Bizony, úgyhogy hosszú hétvége áll előttünk. Na, nagyon sok közlekedési hírünk van, mondok egyet-kettőt, jó? Legyen így. Jó, legyen. Budaörsi úton tiszta az út, nagy a csend, még királynő visszarendelte dolgos heréit. István küldte nekünk. Trafi az M7-esen, Pest irányában az 50-es kilométerkőnél, Balaton felé a 70-es kilométerkőnél. Aztán az M5-ösön szintén trafiznak a 39-es és a 40-es kilométer között a felüljáróról, ezt Joci küldte nekünk. Trafi a Váci út kivezető laktanyánál a 60-as tábla van, úgyhogy mindenki menjen ott is lassan. Kornél üzeni. M3-ason van egy teherautógumi a belső sávban, 36-os kilométer Debrecen felé. M7-es, 98-as kilométernél trafi, 95-ös kilométernél a benzinkúton gyülekeznek. Valami készült, tessék figyelni, ezt Pete Csaba küldte nekünk. M3-as, 187-es kilométer haverok összejöttek, 4 rendőrautó, 2 rendőrmotor plusz trafi. Szép kis gyülekezet. Gyú küldte nekünk, és a Gyömrői úton befelé... lézeres mérés van, Isti Pisti üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. A Sibrék felüljáró 10. kerület félpályán felmarták, aki tudja kerülje el. Hatalmas a dugó, és Edelénybe fehér Suzuki-ból szintén mérnek. Régen volt ennyi trafink, mint bizony az elmúlt 1-2 hétben. Nagyon-nagyon sok helyen mérnek. Budapesten is, Budapesten kívül is, az autópályák is tele vannak, M7-es, M3-as, M1-es, hát szinte mindenhol. Kivéve az M6-os. Ott nagyon nem szoktak mérni. Mert nincs minek. Nincs rajta forgalom? Hát kevesen vannak nagyon. Olyan kis nyugodt az M6-os. Nyugis. De ennek az az oka, hogy 30 kilométert spórolsz? Az. Én kérdeztem pécsi illetőségű embert, azt mondta, hogy az. Ők nem mennek többet, ha leginkább mész a 6-oson. Meg hát ugye kell fizetni érte, és meg egy 30-assal többet mész. És ezért nem használják az M6-os? Tényleg nagyon kevesen vannak rajta. Mondjuk, mi mindig azon megyünk, hogyha Pécsre megyünk. Hát talán ezért nem mennek mások. Érted, ja, igen, tisztítjuk magunk előtt az utat, ha hír letakarítja az autópályán. Janiék elindultak, vigyázzatok, kirajzottak. Nem, tényleg én is, akkor megyek az M6-oson, mindig látom, hogy olyan fura, mint valamilyen szellemautópálya. De hát 30 kilométerre hosszabb, nyilván több a benne, de időt viszont spórolsz, hiszen gyorsabban vagy. Hát az életet spórolod meg magadnak. Figyeljetek, én őszinte megmondom, ha például kifele megyünk, mondjuk Nyíregyháza irányába, vagy Miskolc irányába, mindegy, hogy fogalmazok, az M3-asra, akkor mi mindig kimegyünk, és akkor az M0-ás körgyűrűt használjuk, az új szakaszt, ahelyett, hogy egyébként a rövidebb irányt választanák, hogy mondjuk itt a városon, aha, keresztül. Mert egyszerűen sokkal gyorsabban ott vagyunk, persze több egy picit az út, viszont rengeteg időt nyerünk vele. És ennyi. És nem őszülünk, meg nem hullik a hajunk bent a forgalomban a városban. Hát igen. Arra használjátok, amire kitalálták. Ez jó.
Nem rossz. Hogy összeraktuk ezt a dolgot. És gondolkoztam, hogy hol a csavar a sztoriban, de rá kellett jönnöm, hogy nincs. És ebben pont ez volt a jó, hogy nincs benne csavar. Igaz? Igaz? Semmi. De megépítették, ti pedig használjátok. Elképesztőek vagyok. A színtiszta, vegytiszta logika. Tehát itt nincs semmiféle csavar. Hallod? Megépítették, használjátok. Hát, érted? Itt azért nem panganak az agysejtek, öcsém. Dolgoztatva vannak. Itt azért gondolkodás van. Építették volna az, hogy ne használjátok. Hát nehogy is, kiszúrtok a világgal. Megépítették, ti pedig használjátok. Hát minek vennénk éves autópálya matricát, hanem azért, hogy autópályákat használunk, nem? Hát hülyék vagyunk mi. Hát ugye? Nem? Ugye? Van ott gógyi. Na ez az. Ja, ez a Maki milyen kis cuki terem is volt. Nagyon-nagyon-nagyon kedvelem. És milyen szépen beszél magyarul tényleg. Tehát nem tudtunk neki olyat mondani, amit ne értett volna. 2006 óta, hát ez olyan komoly teljesítmény. Ráadásul ezt a baromi nehéz magyar nyelvet három kicsit sokat beszélő hadaró műsorvezetővel ilyen szépen megoldani. Nagyon helyes volt. Facebookon van egy csomó videó, és rengeteg fénykép. Érdemes minket lájkolni, plusz tartalmak vannak. Többek között Maki elkészített kis sushi is ott sorakoznak. Azt mondta, hogy négyet nem csinál. Mert az a halálszáma. Az a halálszáma. Kicsit így rászorítottunk Janival az asztalra. Inkább ötöt csinál. És ha négyen ülnek az asztalnál, akkor áthívnak egy szomszédot? Vagy hogy lehet, van? Hogy négyen nem ülik körbe az asztalt. Igen. 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 Azt mondta, hogy a négy a halálszáma, ő nem csinál négy sushi. Igen. Illetve Balázs mondta, hogy ha esetleg még sincs annyi, hogy öt legyen belőle, akkor Jani egy. Akkor jó, itt vehet Jani. Miért nem vágott egyet ketté? Érted? Ugye? Megint a magyar logika. Hát igen. Ugye? Ezért itt... Bizonyám. Aj, a csavarosság, ez az ész, érted? Hát na, ezek vagyunk mi. De nagyon szépeket csinált, és ezeket feltettük a Facebookra, hogy ott tudjátok megnézni az összes kis, mindenféle kis sushikat, makikat, nigiriket, mindent, amit gyártunk. Ügyes, meg hogy nem lehetett zavarba hozni semmivel. Nem, nem. Hát most valahova behívsz egy sushi mestert, és a használt női bugyikról kérdezed. Hát gyerekek, ez is a japán kultúra része, igen. Mint ahogy azok a game show-k, meg tévés vetélkedők, amiről ha akarjátok, 4 órán keresztül folyamatosan beszélek nektek, hogy milyen műsorokat csinálnak. Teljesen más kultúra. Teljesen más kultúra. Tehát ahol tényleg az a vicc, hogy vetközle mesztelere, és a fenekedre rátesznek egy ilyen kis lapot, megpörgetnek egy ilyen pörgetőt, a lapon van egy lyuk, és ha a pörgető belemegy a lyukba, akkor a pörgető beleáll a fenekedbe, és az kap pontot, aki bele tud állítani a pörgetőt a másik fenekébe. És ha megbírod fogni farpofával, az dupla. És ha rá tud szorítani az dupla pont, és ezen visongva őrjöngenek, és lehet szavazni a legügyesebb játékosra, hogy ehhez képest nem. De ahogy ma is mondta, valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy a hétköznapokban meg tök unalmas, vagy nem annyira unalmas, de minden esetre hétköznapi és szürkébb életet élnek. És akkor jön a hétvége, persze, hogy eldurran az agyuk. Nagyon-nagyon furák ők szerintem európai szemmel. Nekem nem egy ismerősöm járt Japánban, nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy mennyire képtelen ugyanakkor maga a rendszer meg a társadalom önállóan gondolkodni, és hogy ebben nőnek föl, a rendszer részei, végre kell hajtani, meg kell csinálni, ezért nem mond például az áruházban neked nemet, olyan nincs, hogy nincs. Tehát ő arra lettek trenírozva 15 éven keresztül, hogy azt meg kell oldani. A vevőt ki kell szolgálni. Hozok valahonnan. Nincsenek automatikus gondolkodások, beállsz a sorba, egész nap csinálod, tehát ilyen kézivezérlésű az összes, de hogy közön meg valamit mégis jól csinálják, mert jól működik, igen. Nem? Gazdasággal nincs baj. És ha nincs a másik áruházba, akkor legyártod, amit a vevő kér. Igen. Addig ott állsz. Nagyon durva. És a férfiak két karddal járnak a nők napernyővel. Nagyon fura. Néztetek-e Marsot? Én néztem, csak eltakarta a szomszédház. Nem néztétek? Egyébként néztem, csak nálunk az a baj, hogy nem lehetett látni. Nincs egy darab Mars, nincs nálunk. Arrébb kellett volna mennem, és akkor tudtam volna nézni, de a vikingek jobban izgattak. Még fönt van? Ott van, még nézzétek. Igen? Igen, most a hold mellett van, emiatt nem vörös, viszont nagyon szép. Nagyon szépen adja magát. Teli hold van, vagy teli hold lesz nem sokára, egy kicsit nehezebb így most megtalálni, ugyanis ugye nincs sötétség az égbolton, de a közvetlenül a hold mellett van. De reggel van közvetlenül a hold mellett, vagy este? Nem, este van a hold mellett, és ez viszont visszavesz a vörös fényéből, viszont ami a holdhoz most talán a legközelebb van, az a Mars. Azt a neki. Na ma este. De jó. Ma este addig nem fekszünk róla, amíg nem lesz Mars. Látom, érzem a hangotokban ezt a fajta érdeklődést. Na, hogy lemaradjunk róla. Mindegy, nézzétek meg, jó. Viszont, na, az egyik kedves hallgatónkat megkérted, Gyurit, hogy küldjön képeket a Páfrány utcából. Igen. Ról. Na most ő elment oda, és gyakorlatilag készített, azt mondja, hogy 2, 4, 6, 7, nem. 2, 4, 6, nem. 2, 4, 6, 1, 2, 3. Mindegy, sok képet. Több képet is készített. És ezeken a képeken 4 emeletesek láthatók. Te 4 emeletesben laktál? Igen, 4 emeletesben laktam. 2, 3, 4 emelet. 1, 2, 3, 4 emelet. Igen, 4 emelet. Na, meg kell csak valószínűleg a játszóteret már elbontották, és ő azért nem találja. Na, mutatom neked a képeket, hogyha
Ez az. Ez az? Ez az. Már fel is ismerted? Hát valamelyik ilyenben, nem tudom, hogy Páfrány utca hány számban laktam. Igen, ez Pécset van. Oh, igen, ez ott a játszótér. Ez az a játszótér? Ez az a játszótér. Itt felléztetek? Ott felléztünk azon a fura vasúton. De itt nincs is felle. Amit mások mérleg hintának felle. Az a felle hinta. Hát csak felle hintának hívtuk. Ez az a játszótér, így van. Tök király. Hm. És nézd, apád labdája még mindig ott áll. Most már tényleg elvihetnél valahol. Jó, adjunk neki egy ajándékcsomagot, mert mindenki. Megígértem, hogyha elmegy és csinál pár fotót, arról a helyről, ahol laktam 2 évig, akkor kap egy ajándékot. Semmi bekönnyezés, semmi érzelem több a gyerekkorodról. Hát gyere, első 2 év. Ah, na, miért az mi? Utána a lakóközösség kitagadott minket, kiraktak az utcára Motyóval együtt. És ezeket ő elküldte, de rendes. Igen, nagyon jó fej. Nagyon helyes. Jó, adjunk neki egy ajándékcsomagot. Jó, Laci? Adunk neki? Jó. Na! Várjál, itt van egy felület, hülye vagy Tamás, ezt még te is. Elkaplak Tamás, igen. Csipendél fiú szórakoztatta az idős otthon lakóit, akik nagyon élvezték a Pajzán műsort. Az egyik 85 éves néni fia azonban megtalálta a bulin készült képeket, és perli az otthont. Ugye történt, hogy ahogy kevésbé olvasott hallgató mondaná, vagy Jani, mert ugye nem tud angolul, a Long Islandi idős otthonban atya úristen, talált egy fotót. Nem úgy kell mondani. A Hidegországban. Igen. Szóval egy Long Island idős otthonban talált egy fotót a 85 éves anyjáról, ez a férfi, aki egy bulin éppen pénzt tömköd a fiatal férfi stripper alsó nadrágjába. Imádom, ez nagyon jó. És szerintem ez jó. Szenzációs. A férfi beperli az otthont, mert keményen dolgozó, tisztességes baptista anyja tisztátalanná vált a tánctól. Ezt a cikket egyébként a New York Post hozta le, nem is olyan régen. Hogy döntse már el a mama azt, igen, hogy a mama menekült sikítva, ezért a Csipendél fiú nem, elől. Nem. A fotón több minden látszik, maga a kép azért nagyon érdekes. Tehát egyrészt rózsafűzérek, keresztek lógnak a falon, de nem is ezzel van a baj. A mama egy szál Halloweenbe tömködi az egyébként ilyen Berki Krisztián felsőtestű Csipendél alsógatyájába a dollárt, az egy dollárost, az 5 dollárost. Viszont ajánlom figyelmetekbe a képet hátul. A mama és a Csipendél fiú mögött fekszik valaki egy oxigénmaszkkal a fején szinte, keresztbe tett kézzel, 45 fokban megdöntött ágyon. Hát őt is betolták a bulira. Őt is betolták a bulira. És így, ahol ott valaki fekszik, valaki ül, zajlik a szórakoztatás, ahol a mama egyébként megvilágosodott állapotban tömködi a pénzt a Csipendél fiú alsógatyájába. Meglepő rutinnal. Meglepő rutinnal egyébként. Egyébként ez ez nem hogy úgy néz ki, mint a Berkli Krisztián, ez nem a Berkli Krisztián. De egyébként tényleg hasonlít. Egy az egybe. De várjál, ha most én ott lakom, mint idős ember, meg igen? Ott lakosz te is, meg ott laksz te is. Ott lakunk 3-4 idős itt otthonban. Tök jó. És mondjuk a Ferim van a maszk már. Legyen így. Jó, jó, persze. És a Ferim már csak arra, hívjadok Csipendét. Hívunk 3-an Csipendét. Nem tehetjük meg az idős otthonban, ha belemegy. Igen. Ha belementek mind a hárman, hát dehogy nem megtehetjük és hívunk Csipendélt, vagy mondjuk csajokat igen, inkább, azt akartam, nem? Hogy rajtam ugyan maszk van, de én tiltakozom a Csipendél ellen. Legyenek csajok. Igen, inkább a Mészáros Dóri, mint a Berki Krisztián. Na most, ha mi hárman ott lakunk, és arról készül fotó, hát akkor kit érdekel, hogy majd a te gyereked, vagy a Virág, vagy a Soma, vagy a Beni majd beperli az idős otthont, ha mi ezt a bulit akar? Hát persze, nem? Utolsó jó bulink. Hát, miért akarják ezt tőlünk elvenni? Nem? Így van. Én azt gondolom tényleg, hogy a mama hagyd döntse már el, hogy mivel mullatja az időt. De most komoly. Nagyon hát, jó hogyha őt, ha őt ezt szórakoztatja, vagy ez hozza hangulatba, vagy ez tartja meg az ő egészségét olyan állapotban, hogy még jövőre is tudja hívni srácokat, meg 2 év múlva, meg 3 évvel, hát akkor hagyd csinálja már. Na most arra emlékeztek, amikor a nagymamátoktól kaptatok pénzt gyermekkorban? Hogy mit mondott a nagyi? Hogy milyen sztereotíp dolgokat mondott a nagyi? Aranyom, ebből vegyél valamit. Emlékeztek-e, kaptatok valamit? Aztán kotonra is kölcsi. Hát, ez mondtam, nagyon érdekes. Nekem azt mondta, hogy vegyek valami édességet. Igen, igen, vagy tedd el, spórolj a biciklire. Vagy spórolj a bringára. Ne idd el, mit a napán. Tehát itt vajon a nagyi egyébként mit mondott? Tudta ő, hogy egy Csipendél fiúnak adja, vagy azt gondolta, hogy valamelyik unokája kigyúrta igen. Magát? Vegyél valami édeset! Drága unokám! Nem, nagyikám, ez nem az unoka, hogy egy Csipendél fiú. Tehát a nagyi vajon milyen kísérő dumával attól? De megnőttél alul felül. Amikor még én fürdettelek, olyan kis aranyos kukacod volt.
Most ugye? Meg fél nap alatt sem végeznék a negyed évvel. Na, azért meg fogom, változott-e valamit. Nézd már, milyen fickós vagy. Szóval, hogy lehet, hogy most is hasonlóan adtál a Nagyi, mint annó régen, hát, amikor mi a Nagyinktól kaptunk egy kis aprót a húsvéti locsolás után, nem? Neked bedobta az alsó gatyádba. De ne a hajamra locsold ezt a szart, hanem ide a nyakamra. Ne a mellem. Spriccelje mellem. Már nem én a locsolás. Hát mi is. Szóval, hogy érted, hogy vagy a Nagyi azt mondta, hogy bugyipénz? Bugyipénz. Mert ugye hát te bugyit raksz egy csajnak a bugyiába, az a bugyipénz. Ha elmész, már ezt pénzt rakok a bugyiába. Bugyit soha nem raktam bugyiába. Én mindig igyekeztem megszabadítani, nem pedig még egy bugyival ellátni. Én mindig elvittem a Viki bugyiaiból egyet, és onnan azt még vett föl, meg még ezt. És itt van ez a bunda is, és ez a gumicsizma. Az usákát se felejtsd el. Hú, te szexi vagy. Szóval azt mondta, hogy bugyipénz? Igen. És odaadta neki a dollárt? Vagy azt mondta, hogy tényleg vegyél valami édeset a gyereknek, mert hogy nem, tudta, nem tudta, hogy... Ne, vegyél ruhát, hogy meg nem fázol. Fölaranyom, hát megfázol, így nem fűtjenek itt az idősek otthonában. Figyelj, szerintem ezek a Nagyik szenzációsak. Tök jó arcok. Tényleg jár neki? Miért ne járhatna nekik most? Ez a fiú mind van felháborodva egyébként, hogy a nagymamája még lehet, hogy utoljára egy kicsit jól érezte magát. Nem? Ennyi. Szerintem tök jó hangulatba hozta, és valószínűleg erre még sokáig emlékezni fognak. Ha az egészségi állapotuk, igen, ha az egészségi állapotuk ezt lehetővé tesz, és nem izgatja föl őket nagyon a dolog, akkor miért ne? De ez hogy volt, úgy mi emlékeztek arra a filmre, amikor ki az a Jack Nicholson, meg a Morgan Freeman, milyenek a filmek a címe? Bakancsista. Bakancsista. Ez az angol, ez az eredeti címe, igen. Bakancsista. Nem, ezek magyar szavak így külön. Nem lehet az angol cím. Ez a cím, hogy van. Nem csak, hogy ugye arról szó, hogy vannak kívánságok, és akkor mint ejtőernyő ugrán, már megnézik a Taj Mahalt, meg fölmennek a Himalájára, hogy ott ült ez a három helyes van, mert neked mi van a listánon? Megnézegették, és az egyik azt mondta, hogy akkor legyen még három csipendél? Igen. Vegyétek már le a baszkát. Bugyipénz. Tegyétek vissza. És az egyik van, mert azt mondta, gyerekek, én még akarok egy csipendélt. Ott volt a bakancs listáján, behívta magának, megszervezte az idősek otthona, és elhívtak egy strip. Amikor ő még fiatal volt, akkor ez nem volt divat. Nem volt divat. Azóta hallott róla, miért ne próbálhatnánk ki? Én mondjuk a kérdés az, hogy honnan hallott róla? Tehát, hogyha ők benn vannak egy otthonban, akkor ez egy elég széles csomag lehet, amiben vannak ilyen tévécsatornák is, hozzáteszem. Tényleg lehet, hogy tévében látták. Így van. Ugyanarra fizettek elő, mint a Juliék. Igen. Azt mondta, hogy nem kéne nekünk egy ilyen, és megérkezett. Figyelj, szerintem bármitől hangulatban vannak, bármitől érzik jobban magukat, ez megengedett. Na lányok, ma este mi legyen? Szókirakó vagy csipendél? Ja, egyébként az NBC-nek az otthon ügyvédje, mert az otthonnak van ügyvédje, azt mondta, hogy maguk a lakók kérték, hadd hívjanak striptease táncosokat, és a bizottság szavazott, hogy ezt megtehessék. Tehát ezt a lakók kérték. Uh-huh. Tök jó. Nem? Tehát, hogy így akkor viszont semmi. Hát akkor azért korrekt. Totál demokrácia van. Igen. Márpedig, hogyha ezek idős hölgyek, ezek fizetnek azért, hogy itt lenne ebben az otthonban, akkor szerintem megszabhatják azt is, hogy mivel múlassák az időt. Mi legyen a kulturális program. Hát ennyi. Igen. Itt van velünk Tomi Boy, aki ugye csipendél volt, és arról kérdezzük, hogy vannak-e hasonló élményei, vagy ő esetleg járt-e már idősek otthonában. Hello Tomi Boy, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt, sziasztok. Na, ugye te egykoron csipendélként mulattad az időt, és kerested a pénzt, ugye? Igen, pontosan, jól mondod. Kerested a szörtelenítésre való. Mennyi ideig csináltad? Ó, egy olyan 15-17 évet legalább. Az igen. Hát akkor abban neked beleesett egy ivarérés is. akár az is, és voltam, mert hallgatlan tizeket is voltam, millió-millió szituációval igazándiból, szóval egyszerűen brutális, hogy milyen helyeken fordultam. Na, egyet-kettőt ragadjunk ki, például hasonlóan az amerikai csipendés, ez például idősek otthonában voltál, vagy volt úgy, hogy 70-80 éves kis mamáknak kellett táncolni? Hát ha nem is idősek otthonában, de voltam olyan szituációban, hogy inkább az idősebb olyan 60-70 körüli hölgyekhez csapottam be egyszer, de az volt benne a legfurcsább, hogy egy nagyon-nagyon nagy szobának a közepén körbeültek engem, és én a kör közepén csináltam a műsort, és a pláne az az, hogy annyira felspanolták egymást a hölgyek, ezt hihetetlen komolyan mondom, hogyha ha ilyet valaki nekem mesél, sem hiszem, hogy úgy próbáltak valami letépni a ruhákat, hogy az már komolyan mondom, hogy az brutális volt, és körnek a közepéről, várjátok, a körnek a közepéről, pedig kimenekültem be a fürdőszobába, de akkor már alig volt rajtam egy pár ilyen leszakított ruhadarab, és szó szerint, és
találkozom, olyan fogtam a bajtot a fürdőznek a belsőből, és tartottam, és őket be akartak jönni, hogy hadd nézzék meg a micsodámat szóval. Ja, Tamika! Igen, én meg tartottam az ajtót, hát jó, hát ez a műsor itt most nem teljesen erről szó, mert köztudott, hogy azért nem szoktuk megmutatni azt a bizonyos dolgot, hanem azt kitakarva szoftosan exkluzívan megoldjuk. Tehát én nem tudtam ezt a dolgot, hogy kezelni, ezért berohantam és tartottam az ajtót, és addig-addig kérleltek, és azt mondtam, hogy na jó, nézzük meg, hogy akkor egyesével is a hölgyeknek ilyen nagy a táj, és egyesével beengedtem magam mellé a küldövőket, nyilván akkor már lejjebb akadt az érdeklődésük, és ott akkor szembesítettem azzal, hogy hát itt most nem mutatom meg, csak én megnéztem én is, hogy így is marad-e a nagyon hatalmas Figyelj, egyébként most mi a menő? Tehát, hogy ugye régen mindig ez a nagyon elcsépelt rendőr, meg katona, meg ezek a dögunalmas ilyen szerepjátékok, amiből aztán ugye megérkeztél Mesztelerre, vagy majdnem Mesztelerre. De most mi megy? Tehát miért nincs olyan egy pókember, vagy egy nem rossz. Egy szupermen, vagy bármi? Vannak ilyen akcióhős figurák, teljesen, abszolút, tehát ezek a menők, ezek folyamatosan, ezek ilyen klasszikus slágerek most is, tehát ezek vannak, és léteznek. Általában azt mondom, hogy az uniformista, azt mindig imádják a hölgyek. Tehát ahogy megjelenik egy rendőrruhában, vagy akár egy Superman ruhában, vagy valami ilyesmi uniformisban, akkor azt nem tudom, miért, de elolvadnak érte, bárhol is legyenek. Azért érted. Jó napot, hölgyeim, megjött a katasztrófavédelm is. Egy jó napos, igen. Figyelj, és ilyenkor pénzt is raknak az alsógatyádba egyébként? Ahogy ez inkább olyan Nike-klubos történet, és ha ott történik ilyen csippendél, és jó, az inkább oda jellemző. Nem nagyon szokott. Mondjuk voltál, hogy vittem srácokat, és kaptak valami kis borravalót, vagy valamit tudostak ott a hölgyek, de nem annyira jellemző. Aha, tehát ez... Meg hát itt van egy ilyen kicsit, egy ilyen unokám, nagymama vonal, hogy egy tábla csoki. Magát kincsem. De volt olyan is, hogy direkt egy ilyen idősebb emberformát kértek, viszont nagyon fiatal lányok. Tehát volt, hogy vittem egy srácot egy buliba, egy lánybúcsúba, és egy ilyen idősebb formát kértek, hogy el legyen maszkírozva, maszkal, meg olyan ruhába szól. Annyira változó a paletta, hogy ellenkinéznek, komolyan mondom. Hogy idősebb embert kértek? Hát nem, úgy érte, hogy tehát egy ilyen idősebb állat legyen, idősebb legyen, botta beöltözve, nem tudom, volt valami aberrációjuk, nem tudom, de ilyet kértek. Még én azért azt hallottam, hogy a csippendéleknél kevesebb pasi tud többet csajozni, tehát hogy azért jó a buli, akkor egy-két nagyon lelkes ügynök azért ott marad utána a buli után, tehát ott azért lehet aratni. Hát erről megmondom össze, hogy erről egyszer szerettem volna egy könyvet írni, mert ez durva? Tényleg? Ez nagyon. Ez olyan durva, hogy ezt el se hinnétek, komolyan mondom. Jaj. Csak a Szalai Vivien nem ért rá. De mi, hogy ott maradsz, vagy hogy ott felajzott nők sikítoznak, és onnan tényleg bárkit? Vagy mennyivel durvább, mint amikor egy nő megy el táncolni, és ott van mondjuk 10 állat pasi? Na, szóval azt kell tudni alapjaiban véve, hogy ha egy nő megy el ilyen szituációban a férfiak közé, akkor a férfiak akármennyire nagy tájnak, akármennyire be vannak rúgva, vagy maximál, bocsánat, soha nem léptek át egy határt. Nem léptek át egy határt, tényleg, komolyan mondom, nem tudom, hogy ez miért van, viszont fordítva, a nők azok mindig is azt hiszik, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, ez valahol benne van a vérükbe. És ha már nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ők szeretnének, akkor már ott felháborodás van, kellemetlenség, meg ilyenek van. Ott szó szerint olyan, mintha kivinnénk egy nagyon-nagyon éhes emberek közé egy darab grill csirkét, és az asztalra középre leraknánk, és ott aztán azt rárohamoznak egy széjjel szépik darabokra. Szóval általában így néz ki egy ilyen kipendél show. Ki van fizetve, a miénk. Tehát, hogy a csajok durvábban nyomják egyébként. Ezt képzelem, öt sikoltozó őrjöngő nőnél, tehát az tényleg sokkal durvább lehet fellépni, nem? Igen, de ott azt is hiszik, és azt is gondolják a hölgyek, hogy itt biztos, hogy nem csak arról lesz szó, de tényleg olyan 80-90%-ban, hogy itt csak vetkőzés, hanem ott már akkor ott biztos több is. Meg hát akkor jön az utolsó alkalom, hogyha lánybúcsúról van szó, hát a kis hölgyemény, hát akkor hát még utoljára akkor lehet, hogy még akkor félre léphetek, mielőtt még össze nem. Na, tényleg van ilyen, most nem kell konkrétan, de volt, hogy a leánybúcsús csaj előtte az esküvő, mint tudom én, 2 nap múlva, és azt mondta, hogy hát akkor most még hadd szóljon is egy csipendéles fiúval, igen? Persze, ez majd, hogy nem alap, és most sokan hallják, de ez a helyzet. Ez a helyzet.
Tényleg. És a Csipendél fiú meg azt mondja, hogy hát akkor teljesítjük, amit teljesíteni kell, nem? Hát egy feladatának érzi ezt a dolgot, inkább így fogalmazok. Hát a kötelességét végzi, tehát hogy érted? Istenem, tehát, tényleg bárhogy csaljanak meg, csak ne egy csípendéles fiúval. Nem tudom, nem azért, mert veled van baj, hanem mert tényleg elmész, azt hiszed, hogy a leendő feleséged még bulizik egy jót, nem, jön egy ilyen tarzanos tangában ugráló izomkolosszus, érted? És elkapja a leendő feleségedet egy fürdőszobába, egy mosógépre támasztva. Ha egy zakót akarsz varratni, akkor azt a szabóhoz viszed, érted? A profikra kell bízni. Bárki, csak ne a csípendéles fiú. De nem így van. Miközben nem, azt szokták itt elrontani a lányokban, bocsánat, és szólok is most ezután nekik, hogy ne fotózzam, meg ne videózzanak, mert hát abból sok minden kiderül. Azt hinni az ember, hogy a pasik durvában nyomják, de hallgatva téged, tényleg, látom magam előtt, 10 öljöngyönőt. Hogy a csajok sokkal durvában nyomják, tényleg. Hát, egy már diszpécsernek se lehet egyébként izgalommentes az életedet. Hát, <kérdez? gül> De már természetesen nekem meg kell ezt viszont jegyeztem, hogy én abszolút monogám típus vagyok, és én szóval melletted, anya? Hány jövendőbeli feleséget tettél boldoggá, Tomi? Mondj egy számot 100-tól 1000-ig. Csak a meló. Ez inkább a műsoradáson kívül, jó? Szép történetek lehetnek. Köszi, Tomi, vigyázz magadra, csáó! Szívesen további szép napot nektek, sziasztok! Hello. Azt gondolná az ember, hogy az a nő, akinek megrendelik, az általában szenved, hogy oda jön egy ilyen kigyúrt pali, nem? Én már a férjemben szeretnék lenni, és persze, itt van ez a csúnya test, fúj! Jaj, de hát Tominak is csak a meló, tényleg hazamegy este, nem ilyen, ne is kérdezz szívem. 6-23 éves, aki holnap férhez akar menni, igen. De most olyanok voltak, mint egy halálra ítélt nymphomániás. Muszáj volt megtennem. Úgyhogy ma korán is fekszek. Mert holnap 2 ilyenre megyek. Te is bírod őket, Juli? Már hogy a csipendéleket, úgy értem, hogy nekünk volt, vagy nekem volt a lánybúcsomon Józsi, vagy János. Józsi, vagy János. Hogy hívnák máshogy, tudod, véletlenül se Kornél, vagy Krisztián, vagy Noel, tudod, persze, hogy Józsi. Józsi, hát Józsi volt, vagy János, valami is, mint Józsi, de nagyon-nagyon rögtünk rajta, nagyon ciki volt. Leültettek minket a buli egy adott pontján, mert dupla. De mi többen voltatok lánybúcsúson? Igen, mert rajtam kívül volt még egy mennyasszony, úgyhogy ketten ültünk, és ez csak megjelent egy, hát körülbelül olyan magas volt, mint a Jani. Tehát, hogyha fölálltam, akkor nálam... És kapitánynak volt ő. Azt már nem tudom, csak az azért nagyon pontosan megvan előttem, hogy ülök, és ilyen körülbelül arcmagasságban volt a tangája, amilyen tigris mintás volt. Ez a tigris minta, imádom. Egy pincelyiségben voltunk, rettenetesen izzadt a csóka, és nekem, hát így magára húzta a kezemet, és így taperolnom kellett, miközben így, hát csúrgott róla a veríték, és kusztustalan volt az egész, és ilyen mókákkal is összekötötte az egész fellépést, tehát például beállt mögém, és akkor tudjátok, van ez a hosszú lufi, amit így fel kell fújni hátra. Ja, igen. Berakta a lábam közé, és akkor elkezdte így fújni, és akkor elmerkedett ez a lufi lábam. Na ez a kínos. Halál kínos volt, majd amikor véget ért az előadás, akkor egyszer csak visszajött felöltözve, leült hozzánk az asztalhoz, és elkezdett mesélni a volt barátnőjéről nagyon szomorú. Neked a lelkedet, nem? Jaj. Szóval ilyen borzasztó kínos volt az egész. Aztán a másik barátomnak is rendeltünk, őt egy buszra rendeltük, mert egy buszon volt a lánybúcsú, és ott állandóan leállt a zene. Úgyhogy amikor azt láttad, hogy már nagyon kezdett beindulni, már nagyon dobálta magáról a cuccot, akkor megállt így a zene, és hogy behalt így a hangulat. És akkor így egyik állt egyik lábáról a másikra, a fiú kicsit zavarba volt, akkor megint elindult. De egyébként női szeme jó palik? Tehát, hogy izmos, kigyúrt, táncol, jól táncol, ezt tetszik? Én számomra inkább kínos az, hogy valaki beletolja az arcomba akármiért. Tehát, hogy az egész szituáció valahogy nagyon kínos. Tehát, hogy ott van egy ember... Tényleg miért kell mindig tarzanos tangában lenni? Nem? És a vége az egész produkciónak, hogy fogja, itt hátul valahogy kikapcsolja, uh-huh. Így letakarja a kis csomagot, és kirántja alóla. Igen, és egy kézzel ugye uh-huh. takarja a csúnyáját. És utána nagyon szánalmasan így kimegy balra. Úgyhogy közben fogja. Tértem, mert oda kellene egy, nem tudom, egy függöny, ami összecsukódik, és akkor nem lenne ez olyan ciki, de utána akkor fogja, összeszedi a cuccait. Tatyog kifele. Egyébként miért nem mutatják meg? A csaj levetkezik, miért nem mutatja meg? Mert kicsi? Vagy mert nem merik? Vagy ettől fokozod a hangulatot, hogy nem láthatod? Hát nem, igen. A csajok azok leveszik, nem? Már a csajok leveszik. Le? Hát a le. Mi mindig pasikat hívtunk, basszus. Ne, hogy nem tudom. Nekem még soha nem volt ilyenem, hál' Istennek. Nem egyszer volt. Nem volt legény búcsúd? Egyszer nem volt.
Na, ha elveszed újra a monit, én csinálok neked volt. Egyet. Jó? És mi, legény búcsom volt, hány évente lehet újra házasodni? Már nyugodtan, már benne van. Nem beszélhetek erről. Nem volt, már elfelejtettem mindent. Jó, ha újra házasodtok, akkor enyém a legény búcsút. Jó. Jó? Lesz ott minden tofu, szeitán. Ne is sorold. Akkor már lányok se kell. Rántott patisson. Ne is mondd, francia krémes. Avokádó krém. Mindent hozok neked, amit szeret. Szóval nálunk Józsi senkit se csinált meg. Azt Józsi nem? Hát de Józsi egy érted? Hát egy szomorú szakítás utáni csippendéles fiú. Most gondold el. Nem akart berángatni a fürdőszobába? Nem volt ilyen? Nem? Megszakadt róla a víz. De hát az egész szitu nagyon... dehogy is nem. De és akkor hova viszed? Tehát te ott vagy egy csípendél, és akkor ott felajánlkozik neked a mennyasszony, akinek egyébként a vőlegénye lehet, hogy már mint otthon fekszik. Hátra mentek a rekeszek mögé. és ott kapod el a mennyasszony, érted? Múltkor voltam valami ugyanilyen pincehelyiségben, ott legény búcsú volt, és ott úgy volt, hogy hát a tánc végén a két csaj. De oda téged hívtak. Nem, sajnos nem. Kiszaladt, és de ott álltak egyszer semmiben, és akkor volt valami kis öltöző, ahova beszaladtak. Úgy tudom elképzelni, hogy utána megy a csippendél után a csaj, becsukja maga mögött az ajtót, és azt mondja, hogy na, akkor... De így kergetik egymást, mint a reggeli tornának a fő címében. Mondjuk annál tényleg kevés megalázó van. Mindenhogy megalázó, ha megcsalnak, de amikor a legény búcsúdon vagy a lány búcsúdon csalnak meg, nem. Tehát most ez a csípendéllel? Tényleg megvan, hogy egy sörösszelkeznek támasztanak, és a csípendéllel lép félre. Az a nő, akit egyébként te másnap oltár elévezett? Viszont a haveroknak egy életfogytartó sztori. Vagy a barátnőknek. Igen, akik tudják. Na jó, van. 3-4-10 lesz pontosan. 5 perc múlva jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanatai van. Csabi, hello, jó reggelt. Ma ki volt a vendég? Jó volt, nagyon jó volt. Hello, mi újság? Nagyon nagy büszkeségemet szeretném elmesélni. Na. Amennyiben belefér, olyan leszek, mint a játszótéri apukák, anyukák, akik mondják, hogy az ő gyerekük a legaranyosabb, meg a legügyesebb. De ilyet még nem éltem át. Volt egy ilyen diák színjátszó verseny a hétvégén, és a suliban, a Diadal utcai általános iskolából a 2C, ahol Rómeó jár, beneveztek, és elmentek egy előadással, egy La Fontaine darabbal, és nézni a fiadat a színpadon, ahogy játszik. Hát az megható. Az, abszolút. És azt látni, és ez persze elfogult vagyok, hogy jó. Tehát nincs nyilván, az, hogy... Nyilván, ugye, ha jó, de, jó, de hát amikor nem tudom, bringázik, vagy teniszezik, vagy focizik, akkor érzed, hogy hát itt kellene szólni, hogy azt nem úgy kell. Itt meg nem szólsz, tehát érzed azt, hogy nem tudsz beleszólni, nem tudnál, mert jól csinálja. Könnyeztél kicsit? Hát nem kicsit. Egyszerűen tényleg nagyon büszke vagyok rá, és mindezek mellett persze aranyminősítést is kaptak, tehát hogy megnyerték ezt a versenyt, és hát az egyik főszerepet játszotta a Rómeó Egerek gyűlése, és ő volt benne a macska, az egyetlen macsek. De jó, ezek olyan nagy pillanatok. Ezek szülőként, nagyon. Szerintem, tehát, hogy... és eszedbe jut, hogy mikor megszületett, milyen pici volt, hogy mekkora volt, hogy jutott el idáig, nem? Tehát és az a pillanat, hogy amikor elkezded azt érezni, hogy talán meg tudjuk találni azt, amiben ő jó. Mm-hmm. Mert ugye ez a legnagyobb feladatunk, hogy megmutatunk neki mindent, és hogy talán kiderül, hogy miben jó. És most azt érzem, hogy most van valami, amerre el lehetne indulni talán. Na jó, de hát volt kitől örökölni a tehetséget, amikor Balázs megkérdezi tőled, hogy remek zenék, hogy eljátszod mindig, hogy igen. Csabikám, remek zené? Nektek szentimentálisan mesélni bármit, soha többet nem fogok. Hát kettő közül választhatok, vagy egy Avicii, vagy egy John Newman. Melyiket ajánljam nektek? Mert mind a kettő egyszerűen zseniális. Hát, mind a kettő. Azért választam a John Newman, mert a John Newman tulajdonképpen köthető a Klassz FM-hez, hiszen mi kezdtük el játszani annak idején a Love Me Again című slágerét, és még mindig az első lemeznél tartunk, de már a harmadik kimásolt maxi az a Losing Sleep, amit újdonságként meghallgatunk a következő órában, jó? Én a bucskeszidésre szándeszkörösökben nagyon szerettem a John Newman. Úgyhogy jöjj, de szerintem legyen az. Most meg milyen jól is énekel, ha, nem? Benned bíztam. Na, nézegettük a naphallgatóját, ma nem tudunk olyat hívni, gyerekek. Igazából ennyi nem volt. Mindig adjuk oda valakinek ezt a címet, ha nem érdemli meg. Jó, maradjunk ebben, hogy sokan írtak, próbálkoztak, de nem egyértelmű, hogy ez ma odaadható-e, úgyhogy úgy döntöttünk, de hogy holnap újabb próbát. Sok jó volt, és nem volt kiemelkedő. Nem volt, ma nem volt kiemelkedő. Igen. Csabi jön a Kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalkérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!